Minden hétköznap reggel 6-kor, akár esik, akár fúj, lehet méteres hó vagy 40 fokos nyári hőség. A Morning Show elindul, és vele együtt ébred az ország. Közel 2 millió ember örül annak, amikor meghallja. Morning Show! Együtt ébredünk. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Honnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt, pontosan 15 perccel, és nem úgy szólunk, ahogy tegnap legalábbis én nem. Hello, Feri, hello, hello. Sziasztok! Hello, hallgatok. Nem, sajnos nem, pedig tegnap olyan jól voltunk beállítva, nem tudom most. Mi a helyzet? Csütörtök van, gyerekek, és pont azt számolgattam, hogy azért az időjárás szempontjából, ugye mindig reggel megvitatjuk. Kicsit ezért ettől bemelegszünk, kicsit egymásra hangolódunk, egymásra rezgünk. Az időjárás ez egy jó téma. Hogy nincs túl sok hónap, amikor is reggel meleg lenne. Ugyanis most 3 fokot mértem. Hát. És május, június, július, aha, augusztus az oké, okay, de szeptemberben már ugye elkezd hűlni a reggel. Vagyis tulajdonképpen 4 hónapod van, amikor jó időbe tudsz elindulni reggel munkába. Mert októbertől már hűvösödnek a reggelek, novemberben már befagy a segged, nem? És jön a december, január fel. Tehát hiába lesz 20 fok holnap, 4 fok volt most, 3 fok, mínusz. Nem, nulláról indultam, ahonnan éljövök. Hát az mondjuk hegyvidék. És 4 fokot melegedett, mire beért? 3-at. Itt a garázsban most 3 fok van. Garázs, hát most, na jó, ne. Kintáz az udvarra, ne hülyes. Próbálom szépíteni ezt a környéket, ahol lakunk. Jó magasan van a plafon. Kicsit magas a plafon. Sok egy apró világítás éjszaka, tök jó. Igen, pont a 6 órás vizert figyeltem még, hogy kicsit megcsúsztak a srácok, mert hogy 6 óra 13-kor repültek el felettünk. De hogy tulajdonképpen 4 hónap van, amikor jó időbe tudsz menni. Nem? Hát ez nem sok. Nem sok. Október, szeptember vége, október már az újra, már újra hűlnek a reggelek. 4 hónap. Hát az... Hát én már nem is hoztam hosszú ült meg harisnyát ma. Mert már számítottam rá, hogy délután 17 fok lesz, basszus. Nem áll, de az nem akarok olyan világban élni, ahol reggel nincs rajtad harisnyát. Jó, akkor csináljuk azt, hogy nem hozok nadrágot, hanem harisnyába jövök már. Na, az úgy azért. De ugyanez a világosság a reggeli például, aki ilyenkor jár dolgozni. Most már ugye kezd derengeni a dolog, de azt is mész 4 hónapot. És utána vége. Ilyen, kész, puf. Tehát, hogy mondhatják itt a 20 fokot, meg nem tudom, én hülyeségeket számolgattam, a gyerekek ide-oda oké, okay, de akkor is 4 hónap van, amikor jó időbe indulunk el reggel. Költözünk mindannyian délre. Menjünk délre, vagy menjünk délrebre egy kicsit, igen. Bajár. Ott meg biztos, ott is van baj. Például. Baj a jó hely egyébként, csak annyira nem dél. Tehát egy kicsit dél, de annyira nem. Most a görögökhöz nem menjünk, mert ott most nincs, ott most nagyon-nagyon áll a bál, úgyhogy oda nem jó. Ugye nem jó menni. Mi, hova mennétek? Olaszország, déli része, Spanyolország? Hát Spanyolországban nagy a munkanélkül, és ha választani kellene egy helyet mondjuk, igen, a világban, hogy hol élnénk? Tételezzük, Európa? Nem, mehetsz bárhova, tételezzük fel, hogy van meló, tehát ne a meló döntsön, mert meló most döntsön. Azt mondhatod, hogy Spanyolországban nagyok, így van, tehát nem kell abban gondolkodni, neked lesz ott munkád. Nézzük azt, hogy azért a gyerek tudjon iskolába járni, tehát nézzük ezeket a praktikus szempontokat, mert akkor például Ázsiában nem mennék, mert oda nem akarom, mondjuk, vagy csak az, hogy most hol élnék szívesen. Most hol, azt mondta, ma reggel jöttél be, nullából indultál, utálom, mi az az ország, ahol van? Most oda lesz. Kalifornia. Én Kalifornia, én a nyugati, igen, part. Aha. Amcsizol. Nagyon-nagyon jó idő van, nagyon szép, meleg, a napsütés és órák száma, ez valami majdnem maximum, mindig jó idő van, nincs hideg. Kalifornia, Malibu, valószínűleg oda mennék, vagy Ázsiába valahova. Ott vannak ezek a görkoris lányok? Figyelj, azok mindenhol vannak, de a nyugati rész, az egész kaliforniai rész, az szerintem ott Los Angeles, Kalifornia, az nagyon szép. Tehát valahova oda. Aha. Én oda mennék. Nekem az bejött, én ott voltam, szép is, meleg is van, jó is azért ott élni. Valószínűleg ezt választanám. Amerika az utolsó hely, ahová elmennék. Tényleg? Már még? Nem tudom miért. Nem voltál ha most még. Azt mondanád, János, hogy Ferenc, meghívlak, nem te mondod. Azt mondaná a Balázs, fura. Ferenc, most válasz egy úti célt magadnak, és az lenne az, igen, utolsó. De tudod, miért gondolod így? Mert nagyon nagy. És azt gondolod, igen, hogy nem tudnád egyszerre megnézni, és ezért inkább kicsit azt mondod, hogy inkább megyek oda, ahol többet kapok. Aha. De Amerikát nem is így kell bejárni. Tehát el kell menni Florida, Orlando, Miami, Key West. Akkor azt megnézed. Utána akkor fölmész New York, akkor megnézed azt a részt. Akkor átmész, mint a Kalifornia, Hoover Gate, Grand Canyon, aha, Los Angeles, Las Vegas. Tehát tudod, két, és aztán még
még veszel egy nagy levegőt. Ha nézzük, akkor is minden van, óriási jó. És átautózol mondjuk nyugatról keletre, vagy keletről nyugatra, és az beletelik mondjuk X7-be. Ha szépen kényelmesen mész, megállsz, motelben laksz, megnézel mindent, ami útba esik. Tehát oda kicsit így kell menni, nem úgy, hogy egy nagy amerikai körút, majd aztán nem lesz semmit. Na, ez a városos rész nem izgat. Tehát, hogy egy 11 milliós nagyvárosba én beessek, ugye a vidéki létem valószínűleg mondjuk egy New York, ahol laknak 10-11-12, nem tudom most pontosan hányan, de valahogy így, az például engem tökre nem érdekel. Én biztos, hogy rossz. Pedig azt mondják, hogy New York egy külön történet. Tehát, hogy tök jó. Igen, aki szeret úgy vásárolgatni, egy-két múzeumot megnézni, szerintem Amerikában vannak izgalmasabb. Ja, hát, ha a múzeum van, akkor nem. Jó, de vannak izgalmasabb helyek, szerintem, szerintem Amerikában. Tipikusan Amerika, New York, azt mondják. Tehát, teljesen tök más. Hogy más, más. De ez a nagyvárosi rész, ez nem tudom engem. Jó, de olyan természeti kincseik vannak, meg szépségek, hogy ez nagyon hihetetlen. Én se laknék például Los Angelesben, vagy nem laknék New Yorkban. Tehát az, hogy egy órát autózol, és még nem vagy kint a városból, nem. Kicsit mondjuk lejjebb már a kaliforniai Malibu-i részen, az ott például nagyon. Santa Barbara, azok nagyon, hát az... Kijössz decemberben, süt a nap, júliusban süt a nap, 26 fok van, na jó, van egy kicsit meleg is azért egy picit, de hogy ilyen átlagban 28 fok van, és szikrázó felhő nincs az égen, hát ez tudom hogy? Dolgozni. Azért ezt is meg lehet unni. Mi, te hol? Tessék, te hol? Ázsia? Nem, én nem, mert én például nem tudnék olyan messzire elmenni. Európa, ugye? Európa. Én Szicília egy kis falujának maffia főnöke lennék. Megértem. Vagy ha az nem, akkor Tirana, Albánia. Az is jó. Na, ott is van. Ott vannak ebben a szakmában, ott van sok lehetőség Tiranában. Hogy... egyébként, ha Európán belül, akkor valóban a Spanyolország, a malagai rész, az nagyon szép, ott lent. De ledélve. Vagy Olaszország. Igen, vagy hát a Jani által előbb említett Baja. Hát, igaz lehet. Az se rossz. Figyeljetek, én Bajára vágyok. Igen. De így most akarsz baj? Tök érdekes egyébként, hogy ha ugye csak így ilyen táplálkozási vonalon indulunk el, akkor én ugye nagyon régen nem ettem már húst, és nagyon kevés étel van, ami igazán hiányzik nekem, de az egyik az a gyufatésztás halászlé. De hallal együtt, vagy csak levetenné tésztával? Azért nem, hát jó. A gyufatésztát azért még csak-csak bevállalom. Bátor magába is, de hogy na az például a bajai halászlé, az nagyon hiányzik. Jó, csak akkor elmegyünk Bajára, és te nézed a halászlevet, ahogy fő, vagy mi? Hát úgy se ennél. Hát lemegyek nosztalgizni, sírok. Kicsit átölelem a bokrácsot. De vagy nagyon éjszakra mennék, vagy mondjuk, hogy ha délebről van szó, akkor mondjuk Málta. Az is jó. Mert ott is van minden. Igen. Én voltam Máltán, az is egy szép hely. Csak kicsi. Kicsi, ugye, igen, Valletta nagyon szép a fővárosa. De én sem vagyok nagy. Több nyelven beszélnek. Mondjuk igaz. Szép, igen. Akkor már inkább tényleg. Akkor már inkább Olaszország. Ha. Szardínia például, Szicília, azért az, több a lehetőség. Szép. Igen. Na jó, de gyerekek, marad a festői Illői út. De jó volt kicsit álmodozni, ez most úgy jó volt. Jó, hogy hova menni. Mentünk egy kört, és most nézzék ki, nézd meg a Grupa Marénát, meg a festői felüljárót, az egyből kiveszed a biliből a kezedet. Aztán lehet egyébként, hogyha kint élsz, akkor az is egy idő után ilyenné válik. Tehát Palm Beach-en, ahogy mész, akkor neked az óceánpart, az lesz a te Grupa Marénád. Már megint kék az ég, már megint ezek a csajok. Rohadt óceán. Nem tudom, én nagyon hiszek az ilyen energetikai dolgokban, ahol azért meleg van, meg egyszerre víz is van, az nagyon kiegyenlít. Tehát azért az nagyon rendbe tesz. Nem véletlenül érzed magad nagyon kiegyensúlyozottan például vízparton vagy tengerparton, mert olyan energiák vannak, a hideg, a meleg, a nap, a tenger, hogy egyszerűen a szervezetedben kiegyenlít. Tehát lemész az óceán partján, például futni egyet minden nap, azért azt szerintem nem összehasonlíthatod. Hát te. Én nem. Ha ott élnél, te, mondjuk. De ha látsz egy embert, aki fut a parton. Azért abban van valami, hogy a földrajzilag szerencsésebb tájolású országokban az emberek egy kicsit boldogabbak, nem véletlenül, mert több alapsütéses órák száma, ott van az a nagy víztömeg, azért az egy csomó tüzet elvisz az emberből, egy csomó olyan energiát hoz helyettek, hidegebb energiát, kiegyenlítődik a szervezetedben, úszhatsz egyet az óceánban, jobbakat eszel, szóval azért ebben biztos, hogy van valami. Ott se fenékig telj fel a dolog, de azért szerintem a tengeres népek nem véletlenül sokkal nyugodtabbak, sokkal kiegyensúlyozottabbak. Én ugyanígy hiszek a napfény és a folyadék jótékony hatásába. Tehát egy teraszon nyáron fröccset inni, ugyanaz, mint az óceán parton futni. De benne a napsütéses dologban nem úgy lehet van. Hát nézzétek, ott vannak a kubaiak. Zene van, rum van, napsütés van, tengerpart van, csajok vannak. És azért nézd meg. Nézd, 80-es korúban még ott zenélnek az öregek, táncolnak reggelenként, esténként, délutánokként. Nézd, nézd, egész Közép-Amerikát. Nézzünk a jamaiak, kai, ami a jamaiak, ami az övéké, ugye.
Amik, is nézd meg. Ami az, abban az országban lakók, ahol ők élnek. Szóval egyszerűen valahogy, biztos, hogy nekik is megvan a bajuk, de valahogy én bárhol jártam ilyen országban, azt láttam, hogy persze nyomor van sok helyen, meg nincs pénz, de nem is ez a boldogság főforrása, hanem valahogy megtalálták valami másban azt a dolgot, hogy egyszerűen nyugi van, ráérünk, ennyi van, mondjuk nem kell érte téli kabátra gyűjteni, és a rezsi sem hagy. Na. Ugye? Na miért? Most az, ha belegondolsz, hogy be kell fizetni a gázszámlát, ott nincs. Tehát ez nem létező. Most nem tudom, mennyi Magyarországon napsütés és órák száma, de azért itt összehasonlítod a novembert és az áprilisi időszakot. Hát azért itt emberek vetnek véget idézőjelesen a saját életüknek, mert fél évet sötétben, hidegben, ónos esőben, kötszitálásban, havas esőben és latyakban töltöd. Hát azért ehhez képest egy olyan hely, ahol mondjuk 52 hétből 51 süt a nap, azért más. Nem? Hangulatilag. Jobban hangzik. Hát jobban hangzik, persze. Na de marad nekünk a festő hétvége. Jó az. Mert hogy itt is 20 fok lesz, gyerekek. Így van, nincsen ezzel semmi gond. Én például nagyon szeretek lőrincelni, bár vannak bizonyos dolgok, amiket nem tudok megfejteni, és nyilván ilyen csodák nincsenek, Palm Beach-en, meg Jamaica-i, de hogy például azt magyarázzatok már meg nekem, hogy ha mondjuk jön a szórólapos. Na. Igen. Jön a szórólapos, és azt látja, hogy még az a szórólap is ott van, amit mondjuk egy héttel ezelőtt odarakott, meg két héttel ezelőtt, meg egy hónappal ezelőtt, de azért mégis keres egy kis helyet, ahova be tudja szuszakolni a következő guriga reklámanyagot, akkor úgy így, akkor miben higgyek, miben bízzak? Hogy a következő héten már nem fogja oda tenni? De oda teszi. Akkor ő neki ettől szabadulni kell, tehát ő akkor végez a munkájával, ha ő ezt leadja. A kukába kidobja, megtalálják, kirúgják, tehát neki ezt le kell adni. Nem nagyon törődnek azzal, hogy szórólapot nem kérünk. Ő minél előbb végez, annál előbb mehet aludni. Ezt értem. Anyósom is mindig kirakja a szórólapot, köszönjük, nem kérünk, nagy betűkkel. Na neki tesznek duplán. Figyelj, általában én ürítem a kukáját, hogy ne idegesítse fel magát. Megértem őket, hogy meg akarnak tőle, illetve meg kell tőle szabadulniuk, le kell adniuk, kézbesíteniük kell, de hogy így, szóval ezek a másodlagos jelzések azért csak így célba érnek, vagy kellene, nem? Gondold el, hogy mondjuk 5-kor indul a munkahelyre, 7-re végez, ha mindenhol bedobja, és azt látja, hogy nem kérek, ugye? És 8 órakor még ott áll a napi adaggal, mert nem tudta bedobni. Biztos kér, csak szerény. Igen, nálunk a lépcsőházban is ki van írva. Biztos kér, csak szerény. Jó, az kell, ez még neki, nem, a jövő héten már nem kap. Nálunk is ki van írva, édesanyáméknál, hogy szórólapot nem kérünk, de ott is azért valahogy csak bejutnak a lépcsőházba. Mert nálunk ez állandó probléma a lakások között, aki a közös képviselő kiírta, hogy ne engedjé be senkit, ha föl csörök kapu telefonon, mert most már az van, hogy amikor szórólapot mondanak be, akkor mindenki azt mondja, hogy köszönjük, nem kérjük, és leteszi. És jönnek ilyen különböző trükkökkel már, hogy hogyan lehet hogy becsöngetni. Igen, tehát fölcsönget a kapucsengőn, valaki, ha végre fölveszi, és akkor ő bemondja, hogy szórólap, akkor most már nem szokták beengedni. És jön a különböző trükközés, egészségügyi szolgálat, rovarírtás. Mentők, csak lemezoltók. Ez tényleg nem, ízé volt ez az egészségügyi szolgált, rovarírtás. Hát mondom, én nem olvastam erről, hogy lesz nem ilyen, csak lemegyek. Csávó, tömködi be a szórólapok. Mondom, tesó. Van, mert beengedte az elsőről biztos. Bedőlt neki. Te hogy írtasz? Én nem tudom, én valahogy a szórólaposokat mindig sajnálom. Persze, mert sajnálom az őket, én mentem régen metróval, vagy most is bárhol vagyok. Én mindig elveszek tőlük egy lapot. Tudom, hogy soha életben nem kell, és kidobom. Csak tudom, hogy ha én elvettem, akkor azzal egy 10 másodperccel hozzásegítettem ahhoz. Én még azon gondolkozom, én szórólapozni kivágnám a kukába. De egyszer ezt egy szórólapos elmondta, hogy ez nem megy. Megtalálják, és tehát, ez nem szerencsés. Azt neki ki kell osztani. Nem tudom, hogy nézik meg, hogy ki osztja. Végig megy utána, végig megy, hogy erre a kerülete van. Lecsekkolja. Én szórólapozom. Elkezdek bedobni. Nem kérek, anyád, fogok 10-et, kivágok egy kukába. Mm-hmm. Nem kérek, megyek, a következő kukába kivágom. Azt valaki valaha megnézi? Vagy azután kap pénzt, ahányan bemennek a szórólap által reklámozott, mit tudom én, helyre, azt se gondolom. Nem. Hogy van ez? Szerintem itt a kettő között azért van különbség. Tehát, hogy mondjuk az utcaiakat, már azokat, akik mondjuk kertes házakba rakosgatják be postaládákba, azokat nehezebb ellenőrizni. Az utcaiakat szerintem könnyebb. Mert ott, mit tudom én, érted, főnök vagy az ellenőr, két sarokkal alébb, vagy nem egy két sarokkal, mit tudom én, egy pár méter alé megáll, és tíröli, hogy végzi a munkát az ember, osztogatja a szórólapokat, de mondjuk egy kertes körzetben azért nehéz megmondani. De akkor miért nem vágja ki a kukába, és megy el aludni? Írjon már valaki, aki tényleg szórólapozik. Most józan paraszti észre. 6-kor felveszem a melót, 3-4-7-kor kivágom a kukába, mert úgyis tudom, hogy gyűlölnek, 7-10-kor már húzom a lóbőrt. Hogy ellenőrzik azt? Van egy motoros, aki végigmegy és megnézi, hogy bekerült-e mindenhol az Osanas meg a Tesco szórólap? Heti, nem tudom,
pörkölt kifőzde. És akkor ő is becsönget, és megnézi a postaládákat például. Becsön, hát igen. Nem kell becsöngetni, azért a postádak a legtöbb helyen, mert egy nálunk nem tudja a lépcső. Hát de nálunk a lépcső. Jó napot kívánok, első ellenőrzés, kaptak-e nálam? Jó napot kívánok, a szórólap ellenőrzőnek az ellenőrzője vagyok, tudod. Háromszoros ellenőrzés. Elnézést, nincs még túl korán. Ugye? Biztos van hallgatónk, aki szórólapozik. Írja már meg tényleg, hogy ez becsület alapon megy el. Nyilván nem hiszem, tehát ellenőrzik őket, de hogy? Tehát, hogy ővé mondjuk Vekerle, ővé Lőrinc, Török Bálint, mit tudom én, Fele. Hát úgy vágnám ki a kukába, mint a húzat. Valahogy biztos motiválják őket. Vagy tudja, hogy azt mondják nekik, hogy jó, nem a nagy hiperek, de egy kisebb cégek, akiknek szórólapoznak, hogy ha bejön valaki szórólappal, akkor annak az X az övé, nem? De van az olyan szórólap, hogy ha ezt elhozod, akkor mínusz 500 forint. Az oké, na de a legtöbb szórólapon nincs ilyen. Nincs tehát ilyen. A nagy áruházak, amiket Jani mondott, érted, nem mész be a szórólappal, hogy halló. Nem, értem. Igen. Mert akkor fölkéne én, hogy honnan jöttél, melyik utcából, akkor úgy tudsz adni annak a szórólaposnak, hogy ő küldött be. Na csak hogy gyerekek, őszintén nem kivágnátok a kukába? Nem. Hát dehogy nem. Hát de. Megharap a kutya, meglőnek söréte, utálnak is. Nem kivágod a kukába a szemét. Szívnak a rádióba. Ráadásul megemlítik a rádióba, igen. Jó, biztos van hallgatónk, aki szórólapozik. Így írjátok már meg, hogy csináljátok, mennyit kaptok egy szórólap után, illetve mi az ellenőrzési rendszer. Csak hadd lássunk bele egy számunkra teljesen rejtett. Közben nálunk is volt már olyan, hogy becsöngettek és megkérdezték, hogy kaptunk-e. De olyan nehéz. Na az ellenőrzés. Igen, de na nehéz, az volt az ellenőrzés. Nehéz elképzelni. Nehéz elképzelni, hogy egyébként mindenhol becsöngetnek, hogy csak szúrópróbaszerűen, ahol már nincsen, ahol már nem látja, onnan mondjuk kezdi a hengerbe. Na de egyébként már kaptak-e? Na most én fogom a postát, most gondolkozunk józan paraszti észre. De nem biztos, hogy meglátod. Kiveszek 6 darab szórólapot, átsenézem, kivágom a kukába. Becsönget az űrge, kaptam, azt mondom, nem. Még 10 ember azt mondja, hogy nem kapott. Közben csak az a 10 ember ugyanúgy kidobta a kukába. Én nem nézem át mindig szórólapot. Akkor azt a 10 embert nem fizetik ki, mert 10 ember azt mondta, hogy nem kaptam. Hát nekem 80 szórólap van a postaládám, én nem nézem át. IKEA, Kika, így például 600 ezer dolog, ilyen barkács, olyan izé. Azt mondom, nem kaptam. Kivágtam a kukába. Levonják tőle, miközben szegény becsületesen bedobta. Igen. Nézzek át minden szórólapot, hogyha jön az ellenőrzés, el tudjam mondani, hogy a Kolibri barkács áruház küldötte nekem leértéket létráról és 100 liter festékről szórólapot. Hát és ki kezd el mondjuk panaszkodni, hogy nem kapott. No, igen. Tudod, tehát megkérdezik, elnézést kapott, hogy hát ebben a hónapban nem kaptam a Baumax-tól sem. Igen, szóval hogy van nem ez? Olyan, mint a karácsonyi képeslap, amit ugye hiányol az ember, hogyha mondjuk a rokonok nem küldenek. Tehát nem biztos, hogy el fogok kezdeni majd ott. Hát a DM-től még nem kaptam idén semmit, és elnézést, de bocsánat. De valamit megküldhetnének. És egyesével vonják le, ahány helyre nem dobtál annyiszor X forint? Vagy akkor mondjuk azt mondják, hogy ez most már 10 hely volt, ahol... Ha ilyen nem dobtál de gyorsan kirúgnának engem mondjuk. Rohadjál, megdobtam. Hát most miért nem hiszed el, hogy dobtam? Igen, én miért nem végezhetem becsületesen a munkámat? Azért, mert az a hülye azt mondta, mert vak, mert kiütített a postárdát, hogy ő bizony nem kapott, mit tudom én, nem tudom, drogérmárketes szórólapot. Hát de hogy én bedobtam, csak a hülye nem nézte át, nem? Mert biztos megnézte, hogy mennyi a Tesco-ba baraclekvár, és azzal volt elfoglalva. Jó, és nem tudod, milyenek ezek az ügyfelek. Hazudnak, mint a vízfolyás. Nekem fizes már ki. Na nézd, érdekes dolog, én keveset tudok erről. De vannak hallgatóink, akik érek, csak ne azt írjátok, hogy én szívesen elmagyarázom. Meg szórólapoztam, pont. Aha, tehát örülünk. Ennek, igen, ez nekünk nem segítség. Írjátok le, ha ránk szántok egy SMS-ben 160 karakternél kicsit többet, hogy működik. Mert az, hogy én szórólapoztam, pont, ez nekünk egy kicsit kevesebb, de lehet, hogy arra szolgál ez az SMS, hogy Anna visszaívja. Eleve azt például nem is fogjuk visszaívni, aki azt mondja, hogy bejönne és elmagyarázná, mert ő biztos, hogy szórólapos, és csak le akar tenni itt is egy pár. Ide aztán nem tesztek szórólapot, igen. Ausztriában szórólapoztam 6 évig, nagy az ellenőrzés. Oké, de írd le, hogy, meg milyen nagy, meg mekkora már az ellenőrzés. Jó? A posta fegyelmit ad érte. Miért? Hogyha nem dobod be. Mi a posta utána kimegy ellenőrizni? Hát ott is van egy ellenőr. A posta is szórólapok. Mit szórólap az a posta? Szerintem a szerződésben, igen, ők is terjesztenek reklámanyagokat. Itt hát a szerződés az más. 200 méterre egy posta van. Jöjjön ön is, adjon föl levelet. Jöjjön ön is, adja föl a csekket. Új posta épült öntől 300 méteren. Na jó, rengeteg SMS-ét, úgyhogy majd akkor egy-kettőt beolvasunk a hírek után. Játék, ahogy állunk? 2-0 a hallgatók vezetnek. Hát igen. Semmi, kihúztuk az egy percet. Anna azt mondja, egy-egy. Tényleg? Tök aha. Király vagy önnek. Hát persze, kedden óvtunk. Igen. Akkor egy-egy, az se rossz.
Feri már... kikérte a falkonáit. Igen, igen, igen. Falkonáit. Falkonáit, igen. Volt egy solyom szemünk, igen, és tegnap viszont elvesztettük. Tegnap elég fura játék volt. Nem, a tegnapi jó játék volt. A tegnapi nagyon jó játékos volt. A titkos asztalossal. Igen. Aki asztalos, de nem beszélhet arról, hogy mit asztalol. Titokzatos elemeket, hogy gyalul. Sose tudjuk meg, igen. Jól van, oké. Na, hát akkor meghallgatjuk Ákos híreit, jó? Közben lehet jelentkezni játékra, jönnek a szórólapos SMS-ek, gyerekek, a hírek után mindent megtudunk a szórólapozó világáról. Senki ne menjen sehova. Szórólapától zég. Most gyerekek, lerántjuk a leplet, komolyan mondom. Úgyhogy jövünk az SMS-ekkel, Ákos hírei után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:47 múlt, pontosan 4 perccel itt is vagyunk, hogy legyen idő az SMS-ekre. Ugye a szórólapozásról beszélgetünk, és ígértük csak, hogy néhány mondat erejéig visszatérünk rá, mert hogy minden nap látjuk, minden nap kapjuk, de én nem ismerem a rendszert, hogy zajlik. Rengeteg hallgatónk csinálta a belföldön, külföldön, és hát nem egy könnyű életvitel, nem egy könnyű munka, azért ezt tegyük hozzá. Hidegben, az esőben, mindig menni kell, igen, bejutni, igen, igen, betenni. Igen, igen. És egy gyűlölt dolog, tehát te csak azt érzed, hogy basszus, megint bedobta a hülye. Közben csak megél, vagy próbál megélni, mert őt is ellenőrzik, nem? Végig szokta valaki nézni, de az összeset tényleg. Tehát, hogy a nyugdíj... Szerintem nagyon sokan. Tényleg? Szerintem sokan, igen, mert kupon van menne, végignézed, ajánlatok van menne, szerintem többen nézik, mint amennyien utálják. Igen. Van egy csomó, amit én is megnézek például, de mondjuk a kis cetlis ilyen fekete-fehér fénymásolt, hogy lakást keresek, eladok, veszek. Kulcsmásolás, ugyanitt krumpli, igen. Új burgonya. Az nem annyira. Persze, hát attól függ, akarsz eladni vagy venni. Na, nézzük egy-két SMS-t, hogy zajlik ez a dolog, csak gyorsan, mert ígértük, hogy visszatérünk rá. Én évekig szórólapoztam, a szórólapozás idézőjeles. Nálunk az ellenőrzés úgy történt, hogy a körzetekben voltak kötelező címek, amiket nem tudtam, hol van. Oda nem dobtam szórólapot, akkor szóltak. Ezt Bence küldte nekünk, nem is annyira értem. Egy kollégát kirúgták az ügyfél miatt, aki rendszeresen letagadta a kiadványokat. A kézbesítés tényét még videóval is tudta bizonyítani a kollégám, az ellenőrök viszont ezt nem fogadták el, mert saját telefonjával készítette, a céges teló viszont nem jár. Az mi, hogy megkapod, de letagadod, nem? Az mennyire aljasnak kell lenni. Tehát az igazi rohadék, nem? Az unatkozó nyugdíjas, aki kirúgatja az összes szórólapozót. Nem kaptam meg. Én évekig szórólapoztam, aminek a nagy része garázsban landolt, egy idő után már nem fértem be a kocsival sem, soha nem buktam le. Azt mondja, hogy nagyon figyelnek, de leginkább a nyugdíjasok, azok személyesen felhívtak, hogy mi az, hogy nem kaptak, és ki fognak rugatni, mert nem kapta meg még a Lidl-s szórólapot. Honnan tudta a telefonszámodat? Azért, mert... Hát ja, leadtad, mi? Jó, ők mindent kiderítenek, főleg, hogyha tényleg azt látják, hogy a szembe a horvátékhoz megkapták. Igen. Én évekig hortam, de elegem lett, folyton kutyák kergettek, szakadó hóban is menni kell, anyum nem hitt el, átvállalta ennek már vagy 8 éve. Ha van a ládádban, akkor abban jó rakni, mert tudja, hogy délutára ott is marad, amikor jönnek ellenőrizni. Tehát a teli láda jó, ezért kapott te is, mert ha ott van, akkor azt nem ürítik. Na jó, van, akkor nálam elégedett ellenőrök voltak mindig. Nézd már, 2012 óta folyamatosan hozzák. Igen, viszont akkor meg betörnek, azzal az a baj. Én hordtam újságot, 1 forint 20 fillér per darab, gyerekek. Pff, ellenőrzés egy éve egyszer volt, a becsengetős módszerrel, de az újságok 95%-át a papírgyűjtésbe vittem be a suliba. Plusz pénz. Miki küldte nekünk, hát igen. Hát évente úgy 20-30 kiló egyébként, fejenként, ami így ebből összejön. Finnországban nagyon jó a rendszer, személyre szóló egyéni katalógusokat készítenek, csak azon üzletek ajánlatát teszik bele, amit választunk, amire szükségünk van, az mennyire praktikus. Papírvédelem, környezetvédelem, nem kiválasztod, ezt szeretnéd, a többit be se dob. Aha. Úgy csak a kukába landol. Az nagyon jó. Gondolom, micsoda pazarlás, hogy hány szórólap megy azonnal a kukába. Hát nem hiszem, hogy nincs egy jobb rendszer. És akkor egy személyre szabottan az én igényeimet felmérve. Igen, jelentkezel. Felmérik. Gondolom, egy weblap, tehát egy cég csinálja az egész szórólapozást. De elmondod, hogy várak, használt róla. Várak, használt róla. Akciókálom, én beírom, hogy alkohol. Érted? És akkor csak azt kapjuk meg. Igen, mondjad, Anna, hello. Jó reggelt, sziasztok! Beszéltem egy szórólapos cég vezetőjével, Józsival, aki elmondta, hogy ez úgy néz ki, hogy a Magyar Posta adja a szórólapot például nekik, és akkor komoly határidők vannak, hogy megjön a Tesco szórólap hétfőn, és a szerda éjfélig be kell tenni a emberek postaládájába, mert mondjuk indul egy akció csütörtök reggeltől. És nagyon komoly ellenőrzések vannak. Tehát megvan az útvonal, hogy merre fele megy a szórólapos. Ezek nagyjából attól függ, hogy mekkora területed van. Lakótelep az egyszerűbb, mert ott csak berakják ezekbe a tartókba, nem kell ládákba rakni. És 70-80 fillért és 1 forintot lehet vele keresni szórólaponként. Tehát ha nagyon-nagyon nagy a területet, 100 000-et keresel, vagy ha picike, akkor 20-30 000-et.
Havonta. Havonta, így van, és nagyon komolyan ellenőrzik őket, hiszen tudják az útvonaladat. Rá pár órára megy az ellenőr, és megnézi, hogy tényleg ott van-e. Ha nincs, akkor megnézi a körülötte lévő házakat, hogy hiba történt, hogy mondjuk valamelyik lakódisznó módon kidobta. De nyilván tisztes távolságból és álcázva, ha követi a szorolapos, hogy találkozni akkor már órát vele. Óta, igen, találkoznak vele. Egy guruló szemetes kuka, aminek szeme van és pislog. Például, igen, egy beöltözött hát szegények, igen. Szóval nem egy egyszerű. Nem egy egyszerű. Igen. Tehát ezeket mondta el, hogy le kell jelenteni mindent nekik. Aha. Pontosan tudják. Szóval ezért nincs az, hogy Bali bedobja 4-8-kor a kukába, és 5-8-kor már húzza a lóbor. Bizony. Hamar rám kopognának, nem? Hamar kifüstölnének azért a lakásomból, vagy kirúgnának. Igen. Na jó, köszi, Anna. Oké. Hát ezt is megtanultuk, gyerekek. Nem könnyű hivatás. Játszunk, jó? Megnézzük, hogy ki a hét utolsó előtti játékosa. Egy-egy van, úgyhogy hát kell a győzelem. Megnézzük, kivel játszunk ma. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Szavaztok ki a helyzet. Szia, mi a pályán? Mi van? Hello, Krisztián? Így van, Krisztián vagy. Krisztián, honnan hittem minket? Slowball. Anglia. Slowball. Slowball. Aha. És mit csinálsz slowban? Slowball bazik felé. Ja. Slowballból vagy slowball? Security officer vagyok. Security officer. Mióta vagy kint? 3,5 éve. Aha. 4 lesz a nyáron. Aha. Már van egy kis akcentussal. Három, már jött egy kis akcentussal. Beteg vagyok, meg vagyok fázva. Megfáztam. Security officer, ez mit jelent pontosan egyébként? Tehát biztonsági. Ezért kérdeztem, hogy jól tudom-e, hogy ez tulajdonképpen igen. Jól hangzik, de hogy ez egy biztonság. Én meg azt hittem, hogy landártában. Igen. Mit őrzöl, Krisztián? Most egy üres területet, ahol a földet tesztelik, valami ilyesmi. De ki a fene akarna ellopni egy üres területet? Nem? Hát minek őrizni? Ha valakit egy üres területtel a hátán, hát senki nem akarja elvinni. Azt éppen nem. Furák ezek az angolok. Tényleg egy picit furán beszélsz még. Amikor kimentél, akkor még nagyon kicsi voltál. 18 éves voltam. Aha. És hogy Anglia? Jobbak a lehetőségek, nyilván jobb a fizetés, volt ott valaki, aki dolgozott, kimentél hozzá, és ott maradtál. Barátnőm költözött ki, és utána, miután elvégeztem a sodió, és leérettségiztem, azután kijöttem utána. De előled költözött, akartad, hogy utána menjél, vagy nem kérdezted, és úgy mentél utána, hogy ő kiköltözött, és aztán egyszer csak megjelentél, hogy hello, édes, itt vagyok. Hát szerintem akart, akkor még akartam, most már inkább küldene hazafele. Aha. Na jól van. Krisztián, kivel szeretné játszani? A többit meg tudjuk adásban, ha? Janival. Okay. Jó, na akkor okay. a többit az angliai kitüldetésedről majd a játékban. Come on, jó? Mehetünk? Oké. Okay. Mehet. Akkor 3-2-1 is tessék. Merre van ez a slow? Angliai északi része? Keleti része. Londontól nem messze. Akkor nyertem is. Egyébként, igen. Tényleg, szép volt, Jani! Hát, Londontól nem messze. Így de van. Jó vagy! Hát, de nyomi vagyok. Tulajdonképpen igen. De nem úgy, hanem hogy nagyobb játékra számítottam, mert nagyon jól felvezettünk, akartam még egy csomó mindent tudni rólad, hogy mióta vagy kinek, hogy dolgozol, meg mennyi dolgozol egy nap, egy csomó minden érdekelt volna. Azt hittem, hogy ezeket a szavakat már is felejtett. Igen, nagyon hamar bemondtad. Aj, Krisztián, köszönöm. Hát... nincs ajándékcsomag, ennek leginkább a gyártás örül, mert külföldre úgyse nagyon postázunk, mert rohadt drága. Igen, integetek is a srácok, hogy ezt mindenképpen hozzam. Már jött a gyártás igazgató, hogy ne! Hogy gyerjen! Ne engedjétek! Jaj, Krisztián! Hát elköszönöm. Ez most benéztem. Igen. Vannak itt barátaid, jól érzed azért magad? Mi kicsit mindig fájó szívvel hallgatjuk, ha valamelyik honfitársunk kint van, ugyanakkor nyilván megértjük. De azért jó ott kint, szeretsz ott lenni? Hát annyira nem igazán már. Már kevésbé. Jól van. Elköszönünk, jó? Oké. Szavaztok. Ciao. Hello.
Haj, gyerekek, pont tegnap olvastam egy cikket, egy elég szomorú cikket egyébként, hogy a tavalyi adattal mérték össze az idei adatot. És kiderült, hogy tavaly másfélszer annyian hagyták már el az országot, mint egy éve. Vagy a tavalyihoz képest tulajdonképpen, igen. Tehát a KSH legfrissebb összesítése alapján. Egy kisváros. És 40 év alatti egyedül álló. Tehát azért ez nagyon szomorú, hogy a fiatal generációban már dupla annyi ment ki, mint egy vagy két évvel ezelőtt. Hát most nem a nők, és nem a nők miatt mennek Angliába egész biztos. Nem. Ugye? Igen. Hát gondolod, hogy és ebből hány tehetséges, hány okos, hány jóképességű, hány olyan, aki egyébként itthon is meg tud állni a helyét, csak nincs lehetőséget. Ezért ezek nagyon szomorú adatok, amikor egyszerűen azt hallod, azt látod, hogy tömegesen mennek el a fiatalok. Azért ez dermesztő ugyanakkor, nem? Hogy nem látnak perspektívát az országban, a munkahelyekben, a munkában, mert egyszerűen nincs. Hát nem? És az a legszomorúbb az egészben, hogy a nagy részük kint is akar maradni. Igen. Amikor hát megkérdezik nem, őket, hát leginkább ezt kimész, mondják. Akkor igen, de nem akarsz már visszajönni. Mert valahol azért ez normális lenne, hogy az ember világot akar látni, hogyha mondjuk egy-két évre kimegy az ember, az nem egy olyan nagy dolog. Nyelvet tanul, egy kis pénzt keres, stb. Hát igen, de kérdés, nem, hogy vissza akar jönni? Hogy hányan jönnek vissza, azt is érdemes lenne egyszer megnézni, hogy ebből hány jön vissza. Igen. Én ezért mondom, a gyereknek a legfontosabb, amit meg tudsz tanulni, a nyelv. Utána már minden más mellékes, nem? Kiküldöd a bennet. Nem, csak vért tesz föl azzal, ja. Hogy ha egyszer megy, akkor mire leérettségizik, nem beszél ki, két nyelvet. Hozza haza. Ja. kiviszem, lerakom és eltűnök. Igen, több dologgal is meg vagyunk egyszerre. Neki igen. A jövője. Na jó, van, 7 óra van pontosan, jövünk Ákos hírei után, várunk friss közlekedési híreket. Jó, ha valaki valamit lát, akkor küldje el nekünk, mi pedig jövünk a hírek után. Fasza Tibi vagyok. Hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, folytatódik a show, amelyre az ország ébred. Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vagon Jani. Itt a Klassz FM-en. 4:80, egészen pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek, csütörtök, ez pedig azt jelenti, hogy két nap és jön a hétvége, yeah. Ugye? Igazából ez a csonka hét azért ez megtette hatását, ilyenkor még szerdán szoktunk erőlködni, küzdeni ugye azzal, hogy túl legyen az egész ország a szerdán, hiszen mi ebben próbálunk segíteni, de gyerekek, kettőt pislogtunk és pár csütörtök, mm-hmm. Nem? Hát ez azért az... Mennyi, és jön a weekend. The weekend is coming, yeah. The weekend is coming, you know. My friend. Igen, itt többen írják az akcentus, ne bántsuk őt, ezért hát lehet, hogy csak náthás volt, nem? Krisztián, aki 22 éves és security officer. Security officer, you know my friend. In England. Ha én megfázom, tudok angolul? Oh. Vagy? Igen, ő Angliában dolgozott, 3,5 éve van kint, és itt többen a szemére vetették, hogy hát van, aki 10 éve él Chicagóban, és még sincs akcentusa. Gyerekek, hát ez 3,5 év azért rosszú idő. Hát nem meg se szólalt azóta magyarul. Senki nem kérdezte magyarul. Nekünk is egyébként így kellett volna kérdezni leginkább, hogy és mivel searching kint a Brother Christian? Mivel searching, igen. Na mindegy, de hát a játékot megnyertük, úgyhogy ez így ebből a szempontból jó volt. Nagykörösén befelé 4 rendőr kint áll, és nézik a buszsávot, minek vigyázzon, Robi küldte nekünk. Az éjjel megnyitották Pilisvörösváron az aluljáró. Yes! Alakul, szépül. Alakul az ország, szépül, Pilisvörösvári ürömi rész. Megnyitották a munkagépek előtt. Figyelj, tegnap bejelentés volt itt nálunk. Ha bizonyám. Most erre megcsúsznak, hogy bekiabálta a szóvivő úr, hogy mikor nyitnak, akkor nagy baj lesz. Igen. Ugye tegnap beszélgettünk az ürömi körforgalomról, azokért, akik ugye hallgatnak bennünket, és több tízezren ott laknak, arra élnek, vagy ott élnek, naponta mennek munkába és mennek haza, és elmondták, hogy talán nem emlékszem pontosan a dátumra, de 2-3 hónap és átadás van, ugye? Nehogy hülyeséget mondjak, amikor nyárra mondták. Bizony. Ugye, hogy átadják az ürömi körforgalmat, és ezzel 10 000 élete oldódik ott meg hirtelen, az ingatlanok felértékelődnek, újra jó lesz ott lakni ismételten. Nem? A körforgalom fele befelé azt hiszem már jó, bizony. És most a másik oldalt hozzácsapják, ilyen lesz. Bizony, mindenki bizony. Ürömre költözik. Én már gyűjtöm be elhanyagot kültereleteken a kikirics magot. Ahogy beültessük sárgával. Be fogjuk ültetni. Igen. Lesz ott egy Morning Show logos sárga kikiricsből. Az megint megérdemelnénk, annyit beszéltünk róla. Szép reggelt, a 10-es utat csak ajánlani tudom, busszal 14 perc alatt átjutottunk a nehezén. További szép napot ez Brian küldte nekünk. M3-as 77-es kilométer Nyíregyháza felé autó az árokban, fokozottan figyeljenek, friss még a dolog, ezt Laller küldte nekünk. 4-es úton Püspökladánynál 2 helyen rendőrök ellenőriznek, üzente nekünk Csaba, és ezt Dávid visszatért. Ezt is SMS-ben kaptuk. Köszönjük szépen. Az irodában a csajok elkezdték ringatni a csípőjüket. Hihetetlen.
ez a zene. Írja valaki. Akkor még Avicii. Avicii. Hm? Avicii és Adam Lambert. Még egyszer is kérünk MP-ket. Ja, egyébként ennek örülnénk, nem? Hát most már tavasz van, jó idő, rövidülnek a szoknyák, ringanak a csípők. Bizony. Túl gondolta? Nem. Picit túlmentél. Nem, megálltam. Ja, látod? Megálltam. Túl korán vetettél ennek véget, igen. Ja, gyerekek, az egyik bulvárnap lehozta, nagyon érdekes, megcsinálták az ország részek térképét. Döbbenetes egyébként, elkészült Magyarország részek térképe. Az országos rendőrfőkapitányság szerint az egyik napi bulvárlap kérésére közreadta, melyik megyében hány itt a sofőrt kapcsoltak le a járőrök húsvétkor. És ezek szerint megtudhattuk. Ne békés, kérlek. Nem álltok rosszul egyébként. Büszke lehetsz magadra, nem álltok rosszul. De van egy megye, ami hát egész egyszerűen kilóg, és a másik, vagy néhány megyéhez képest duplázott, sőt triplázott is. És a nagy kérdés, hogy mi történik abban a megyében? Mi történik abban a megyében? Mert hogy vannak ilyen elhanyagolható számok, mint Veszprém megye 12, Vas megye 9, őket meg kell dicsérni egyébként 9-szer. Egyébként nagyon ügyesek, Somogy megye 6, ott gyerekek, ott mindenki, nem tudom. Hát azt senki nem fogadott, senki nem iszik. Viszont 44-gyel gyerekek, Bács-Kiskun megye rávert az egész országra. 44! Csak mondom, Tolna megye 9, Csongrád 20, ilyen számok vannak, Komárom-Esztergom 11, Győr-Moson-Sopla 13, Bács-Kiskun 44. 44 részeget kaptak el? Igen, valószínűleg ez, ha csak ilyen nem százalékos a szám, akkor igen. Hát 100-ból 44 volt ittas. Mi a fene történik Bács-Kiskun megyében, de tényleg? Hát nem tudom, én meg még dicsérem a gyufatésztes halászlevet, érted, ahelyett, hogy a részeges kacsát. 44 részek sofőrt kaptak le. És mellettük Tollában pedig csak 9-et. Ha, tehát még az sincs, hogy ott az egész környék, az egész vidékért. Na de várjál, nem lehet, hogy Tollából baj irányába menekült? Vagy még járt, és náluk kapcsolták le a Tollai. Átlépték a megye határt, és még Tollában nem sikerült, de már Bács-Kiskun megyébe lekapcsolták őket, igen. Hogy akkor azt nem tudjuk, hogy ők megyeiek, csak azt nem, azt nem, azt nem tudjuk, igen. Azt nem lehet, hogy tényleg az történt, hogy mondjuk a Tolna megyei kollégák áttelefonáltak a Bács-Kiskun megyei kollégákhoz, hogy féltek tavaly, minket messzeltek el, hagyd menjünk már. Átviszünk egy 30-40-et hozzátok innen. De mi legyünk a legrosszabbak. Gyerekek, Budapest vagy Pest megye 12. Illetve Budapest 12, Pest megye 19. Hát egészen jól állunk. Vajon ők mindig isznak és most kapták el őket, vagy ők egyszeri húsvéti ivók, akiket most kivetesen elkaptak, és soha nem isznak, csak húsvétkor. Tehát történt-e valami olyan trauma az elmúlt egy hónapban a megyei életében, amit most csúcsosodott ki? Ez valami, Magyarország legnagyobb megyéje egyébként. Én megnéztem direkt. Most a legnagyobb megye, és nem tudom, hogy mi lehet. Tehát nem tudom elképzelni, hogy mi az az ok, ami miatt ennyien nyúltak a pohárhoz. Tojáslikő robbanás. Tehát van valami, ami most ebben a pillanatban, illetve ezzel a húsvétkor csúcsosodott ki? Nem tudom. Azért valami nagy megyei trauma. Igen, amiről reggel beszéltünk, hogy a jó idő az mennyit segít az emberen, kérlek szépen, az országos átlaghoz képest magas a napsütéses órák száma a megyében, tehát tök jó idő van nekik állandóan. Jó tesz a gyümölcsnek. Igen. Gyorsabban érik a cefre. És hamarabb kész lett a pálinka. Erre gondoltam én is. Lehet egyébként, hogy ez az oka, tényleg, hogy már szüretelés van, nem? Mi okozhat ivási bánatot? Hamarabb kapnak. Mi okozhat ivási bánatot? Nem volt gyufatészta. Azt nagyon könnyű találni rá okot. Tényleg. Nem volt gyufatészta. Ilyenkor 8 tojásos volt, most csak 7-re futottam. Ígyunk. Okot mindig talál egyébként az ember. Egyszer érdemes lenne azt megnézni, hogy mely szakmához kapcsolódik a legtöbb ivászat. Kőműves. Nem? Asztalos. Igen? Hogy szerintem vannak szegények olyan sztereotípiák, hogy na mert ti állandóan isztok, és közben lehet, hogy nem igaz. Tehát, hogy kik isznak a legtöbbet? Hát nem tudom, lehet, hogy ez már változott, meg nyilván ez is csak egy sztereotípia, de gyerekkoromban, ott az épülőházak környékén, nagyon sok volt akkor ilyen a környékünkön, meg ráadásul voltak kőműves ismerőseim, meg építőparban dolgozó boltosztálytársaim, és én mindig láttam a sörös üveget. Jó, persze, tudom, a sörös üvegek nyilván azért kellettek, hogy odarakjuk majd az oszlopokat, benne. Tudod, mert hogy amik alapozták a kerítést, akkor kellett valami, ami szépen formára, nyilván ezért. De hogy ott nem volt olyan, hogy ott ne drinkeltek volna. A korrekt kőműves az például úgy alkuszik, amikor bevállalja a munkát, hogy a mit tévnének a fölépítése az 35 ezer, meg egy rekes cső. A, így van. Ne. De esküszöm. Tényleg? Esküszöm. De ráhasson a rekeszre, hogy ne terérjen meg. Igen, hát a jó megrendülő az így kérdez, érde, mennyi sóder, mennyi homok, mennyi mész, mennyi ső.
És akkor adni kell nekik, és akkor az jobban megy a munka. Jobban megy a meló, már reggel beveszel egy ilyen hűsítőt, hogy nehogy meleged legyen a pakolásban, meg a malterozásban, és akkor meg vagy estig. Te vannak szakmák, ahol egyenesen arányos a szakmád azzal, hogy alkoholista vagy? Hát alkoholista. Ha minden nap iszol egy sört, vagy akkor két sört, akkor te már alkoholista vagy. Hát ha neked arra szükséged, ugye nem a mennyiség számít igazából, hanem a rendszeresség. Mm-hmm. Aztán utána persze nézik a mennyiséget is, de egy-két üveg sör naponta, sajnos az már egyébként, ha ezt hosszú távon csinálod, az alkoholizmus. Hát elismerjük, vagy nem ismerjük. Nem kell az minden nap részegnek lenni, hogy te alkoholista legyél. De valamennyi kell, nem? Védőitallak. Hogy célzó víznek, hát, tudod. Jó, igen? Józsikán, fél óráért dobálod már a keverőbosztos hú, de ez most már ne csak mellé, jó? De nem lehet, hogy ez csak egy ilyen sztereotípia a kőművesek, na, hogy ők mindig részegek. Na, a nézd, a kőműves mindig részeg. Tehát lehet, hogy ugyanannyit isznak az asztalosok, ugyanannyit isznak az orvosok például. Én szerintem nagyon sok orvos egyébként a látottakat, a traumát, szerintem egyébként, igen, olvastam egy cikket, hogy az orvosok között is nagyon sok a szenvedély beteg. De mi Marika néni megfázását, vagy magas vérnyomását? Nem, hát azért ennél vannak azért, ha körzeti orvos vagy, akkor lehet, hogy ez a legnagyobb trauma. 10 éve vagyok agysebész, és másképp nem lehet. Tehát akik mondjuk traumatológián dolgoznak, baleseti sebészeten, hát ott azért ott lehet, hogy látsz egy-két kemény dolgot, és az orvosok között is nagyon sokan tompítják egyébként azért traumákat azzal, hogy isznak. Jó, tehát akkor az orvos és a kőműves már benne van ebben a csapatban. Sok kőműves és orvos dolgozik Bács-Kiskun megyében. Tetszem fel a kérdést? Hát, orvosok és kőművesek. A békekkel mi a helyzet? Ők isznak? Nem. A békek, a kőművesek. Mert meleg van. Mert ott kell csak igazán a védőital. Tényleg, folyadékpótlás. Persze, és ott nincsenek ilyen problémák, hogy mondjuk azt, hogy nővérke volt itt egy borratlan múlap, hol van. Nem talán, akkor mondjuk a beteget. Na, nézzük meg akkor őszintén, jó? Írjanak nekünk azok, akik minden nap isznak. És de úgy értem, hogy közben végezzünk akkor mi is egy ilyen reprezentatív kutatást, de mi azt vizsgáljuk, hogy mely szakmák képviselői isznak a legtöbbet. Tehát tényleg őszintén írjátok, mert gyerekek, kőműves vagyok, minden nap iszom. Bék vagyok, beverek egy felest. Jobban megy a meló. Asztalos vagyok, napi egy üveg sörrel indítom a munkát. A traumatológián dolgozom, a feleségem nem tudja, 10 éve iszom. Tehát nézzük meg tényleg. Pilóta vagyok, mit tudom én, EasyJet-er. Most ne legyen, hogy igen, kamionos vagyok minden nap. De tényleg kíváncsi vagyok arra, hogy ugye a legtöbb munkában az elfogadhatatlan. Most a kőműves a nagy kárt nem tud tenni másban. De jó, tényleg, kik azok, akik csak akik a derékszögekben. Igen, azért hazamész, megnézed, hogy nem tudom, vakolta, vagy nem tudom, hogy vitte föl a borítást a falra. De hogy nézzük meg akkor, hogy mely szakmák képviselői isznak, mindenki gyakoroljon egy kis önkritikát, és mondja el őszintén, hogy patikus vagyok, nem bírom, amikor aszkorbin savat kérnek. Akkor mindig lenyúlok a pult alá. Hogy ne csak az asztalos, kőműves, pék, mit tudom, ezekre mondjuk, hogy na persze, mert ők biztos részegek. Nézzük meg, hogy mely szakmák képviselői isznak még. Őszinte mindenki mondja, hogy mi a napi adag, mire van szükség, mennyire van szükség, hogy jól működjön az, amit te csinálsz. Jó? Vizsgáljuk meg. Hogy kedves Bazsál. Sose kezdem hét előtt. Kirékem kaman magamnak. De tényleg, mondjatok még egy-kettőt. Én kíváncsi lennék arra is, hogy például buszsofőrök. Most őszintén nem kell nevet írni, nem kell aláírni. Villamos vezető vagyok, igen, minden nap indítok egy felessel, mert hogy tehát nézzük meg! Nem már! Hát a műszak után legalább. Nem lehet általánosítani, hogy minden villamos vezető részeg, de lehet, hogy néhányan úgy indítanak. De nézzük meg, hogy ki indít felessel és mit csinál. Vagy ki indít alkohollal és mit csinál. De ott nincs szonda, mielőtt felszállsz a sárgára. Biztos, hogy van, nem. Hát ott is kell. Vagy már szonda, felszállsz és ott iszod meg. Igen. Szonda van viszont ide, bőrönkutatás nincs, felviszed a kis kézipodgyászodat, beülsz a kombinóra és beversz egy felest. A szonda is van, iszunk is, csak pont ebben a sorrendben. Ezért nem derül ki. Először szondázunk, aztán iszunk, ugye, ahogy szokták. Fia, villamossal legfeljebb tovább mész. Érted? Hát azért... Igen. Igen, már, de ott ütköző van a legvégén, ott csak megállsz. Azért, most persze, mert viccelik a dolgot, és tényleg nem kell miatt bántani minket, de hogy azért vidáman indul a reggel, amikor beleszól a villamos vezető, hogy kinyitja az ajtókat, mondjuk egy 10 méterrel arrébb, megállunk után, és azzal indít, hogy sorry vagyok. Sorry vagyok, elnézést. Igen, én szeretném, hogy hamar felnyomnánk és kirúgnánk, de tényleg. Mondjuk, és sírnék a rögés. Sorry vagyok, most így sikerült. De lehet, gyerekek, kiderül, hogy bocsuska. Elnézést.
kiderül, hogy a, mit tudom én, az eladók isznak a legtöbbet, mert nem bírják, és ezt unalmasnak tartják, vagy a cipőboltban dolgozok. Mit tudom én? Hát lehet, hogy van egy csomó olyan rejtett szakma, amiről nem is gondoljuk, hogy a 80%-át ezen szakmának, aki űzik, egész ezt a makonya részegen csinálják azt minden nap, mert nem gondolnád, nem? De már annyira hozzászokott, hogy nem veszed észre? Hát nem, persze, hát azért, ha te sokat iszol, akkor nem kell azért nagyon részegnek lenni, csak beversz egy kicsit. Valamit munka előtt beversz egy picit. Nem? Üzemi hőfok. Igen. Elérd az üzemi borráros. Hőfok. Nem. Bosnya. Bocs. Meg. Tessék, festők, vázolók, szintén az egész építőipar. Az egész építőipar. De akkor a nyomás? Vagy, tehát, hogy miért lesz az építőiparban? Vagy egyszerűen úgy szocializálod, hogy ivott a főnököd, ivott a munkatársad, te is rászoksz? Hogy lettek ők? A festőknél szerintem simán előfordulnak ilyen beszélgetések, hogy Lacika, látom, hogy most ma nem fogsz hengerelni, inkább meszelj. Mert te érted. Meséltem azt a sztorit. Régen a körbe csík, tudod, ment, és akkor úgy sikerült, ahogy sikerült, és a tulajdonos mondta, hogy de hát Sanyika, ha megszárad, kirúgja magát. Óriási duma. Ez a legnagyobb duma, amit én az építőiparban hallottam. A másik a Kevin Koffer, hogy majd a szél kiegyenesíti. Hát ezek azért nagyon nagy dumák. Jó, drága hallgatók, őszintén, jó? Tényleg, aki munka előtt bever valamit, írja meg nekünk, hogy mit csinál és mi a napi adag. Nézzük meg! Tényleg tök őszintén. És ebben lehetnek olyanok is, akik nem tartoznak a sztereotíp megközelítések alá, hogy kőműves, meg festő. Tehát imádnám, ha írnának tényleg villamosvezetők, pilóták, bárki. Festő vagy, írd meg, légy, hogy egy hónap alatt hányszor mondod el azt, hogy a bordűrt majd holnap. Nem akarom csak őket bántani, a kövőséget és a festőket, tehát pont ezért akarom egy kicsit szélesíteni. 7:30 pontosan várjuk az SMS-eket, jó, őszintén senkit nem fogunk elárulni. Nem adjuk ki a számokat. Jó, 7:30 pontosan Ákos hírei után jövünk az SMS-ekkel, Oven bácsira is lehet jelentkezni. Ha valaki játszana velünk, akkor nyugodtan írjon ő is, SMS, mi pedig jövünk a hírek után. Álmaink kék lőlegény, gyümölcs fáink tetején, pálink a szerelmem, légy az enyém. Gyújtsát a karod felém, nélküled meghalok én, pálink a szerelmem, légy az enyém. 3:48 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Egy nagyon érdekes kísérletbe kezdtünk a hírek előtt. Szeretnénk kideríteni, hogy mely foglalkozás képviselői isznak a legtöbbet. Kik isznak ma Magyarországon munka közben? Ugye erről szól a Class FM Morning Show kutatása. Őszintén tét nélkül lehet nekünk SMS-t írni, mert ha akartok, más nevet írtok, ha akartok, letagadjátok a neveteket, teljesen mindegy, a lényeg csak az SMS tartalma. Ugye a kutatás arról szól, hogy nézzük meg, hogy valóban a sztereotípiák érvényesek-e, és tényleg a festők, mázolók, burkolók, kőművesek isznak-e a legtöbbet, vagy vannak más foglalkozások, üzői is, akik minden reggel, minden délután piálnak. Hát gyerekek, a helyzet az, hogy az egész ország iszik. Csutka részeg most. Figyelj, makonya részeg jelen most. Pillanatban is az ország 80%-a. Tehát ha ez igaz, amit mi az SMS falon látunk, akkor ez az ország alkoholista. És itt majdnem mindenki részegen végzi a munkáját. Nem? Tehát és nem tudsz, egy szakmát nem tudsz mondani, aki ne jelentkezett volna, hogy ő csak úgy tudja elkezdeni, ha... Gyerekek, ez elképesztő. Ami itt van. Egyetlen szakma képviselőből nem találtunk egyet sem részeget, ezek pedig a villanyszerelő. Igen. Na, nézzük az SMS-eket, hát elképesztő, hogy mik jönnek. Parlamenti képviselő vagyok. Reggel 3 felessel indítok, majd fröccsel tartom szinten az egész nap, még néhány felessel, ha a törvényi javaslatokat az indokoltá teszi, írja valaki. Hát most ez igaz vagy nem, nem tudjuk. És két feles között pedig tetriszezéssel mulatom az igen. Igen. Festő vagyok, minden reggel 6-kor sör plusz kis vodka, 10-kor sör plusz vodka, délben kaja, után sör plusz 2 darab kis vodka, 3-kor úgyis vége. Sör plusz vodka este 5-kor, az őrsön 2 sör, 2 feles. Amúgy napi 10.000 forint per nap. Hogy? Hogy bírod ezt kitermelni? Forint, az 300.000 forint, ha mondjuk a hétvégét nem számolom, mert akkor nyilván pihensz, tehát nem iszol, 20 munkanap alatt az 200.000 forint. Hogy? 200. És ez csak a piára megy el. Tehát tényleg rengeteg. Burkoló megjött, megkínáltam italal, megitta, majd azt mondta, ittasan nem dolgozik, és hazament. Nem vicc. Most hívtam a haveromat, aki éppen részegen szállítja az ebédet, amikor rácsörögtem, már nevetve vette fel, mert ő is hallotta, hogy mi a témátok. Gergely Robi kutyája írta ezt nekünk. Targoncás vagyok, én nem, de a kollégáim minden nap isznak.
Ez az minden. Uh-huh. Én nem. Nem győzök rájuk dolgozni, mert nap végére káosz van nálunk, sajnos. Sanyi küldte nekünk. Az orvosok se kutyák, írja valaki. Nálunk van egy üzemorvos, aki reggeltől már az összes kocsmát bejárja. Egy üveg páleszért kiír egy hónapra, ha kell. Egyébként az nem rossz díj. Egyébként az orvosokról azért sok mindent hallani, igen. Tehát akik az egészségügyben dolgoznak, főleg olyan szakterületen, erről beszéltünk, ott azért tompítani kell az egész napos stresszt, a mi értéket. Jó, de bennük annyi empátia van, hogy másképp nem tudják feldolgozni. Ezt olyan állapotban van az ország egészségügyileg, hogy ezt valahogy nekik bírni kell. Nem csodálom, hogy pihenek egyébként. Amit ők látnak, meg hallanak, ez elképesztő. Ta azt mondja, hogy hegesztő csávónak a cégnél engedték a piát, mert anélkül úgy remegett a keze, mint a szűzlánynak az első rámarkolásnál. Na de két deka impulzussal varázsolta a csodavarratokat. Gyerekek, tényleg mindenki piá. Napi 2 liter bor, asztalos vagyok, írja valaki. Na. Az is nagyon szép. Taxis vagyok Budapesten, minden műszak után 4 feles 3 sör. Többre nem telik, de stresszoldásra elég. Üdv. 4 feles 3 sör, igen. Igen. Ismertem egy embert, csak munkakezdéskor ívott, de akkor nagyon sokat és ütősött. Végig röhögte a napot, pajzánkodott, szórakoztatta magát, mire lejárt a munkaideje, kiózanodott, a halott öltöztető volt. Jó, ott megértem. Ott érthető azért, igen, de hát igen. Ilyen foglalkozásokat kerestünk, igen, hogy kik azok, akiknek egyszerűen inni kell. Villanyszerelő vagyok, minden reggel 2 keserű plusz 1 sör. Így kevésbé rossz, ha ráz. De ezt el tudom fogadni, valóban, ott csak áthússal rajtad a 2:30. Zoli vagyok és Pék. Amelyik Pék nem iszik, az hazudik. Ezt az üzemorvos mondta, higgyétek el, így is van, ebben a szakmában dolgozom. Én dolgoztam temetkezési vállalatnál, szerintem a halott szállítók, ők isznak a legtöbbet, láttam a saját szememmel, ezt a munkát nem lehet enélkül elvégezni. Gabi írta nekünk. Országgyűlési képviselő vagyok, alkohol nélkül nem bírok ki egyetlen ülésszakot sem, szerencsére itt nincs szonda, de ha lenne, se kéne megfújni a mentelmi jog miatt. Se aláírás, semmi. Írja nekünk egy hallgatók. Zöldséges vagyok a bosnyákon. A főnököm is titeket hallgat, üzeném neki, minden nap 1 deci viszki korsó sörrel kezdek. Fizetés emelést kérnék, mert nem maradt pénzem. Aláírás Tóth Norbert. Ez nagyon korrekt. Recepciós voltam, a kollégákkal minden műszakot sörrel, felesel indítottuk. A felszolgálók ugyanezt csinálták, kellett a mosolygáshoz. Gyerekek, azért elképesztő, hogy mindenki piál. Nem? Elképesztő, hogy mindenki piál. Figyelj, hogy a sofőrök isznak, itt most már én a nem tudom, hanyadikat olvasom. Nagyon kemény. Kamionos buszsofőr. Piál. Hát azért és az nem vicces. Az nem. Szakács vagyok 15 éve, a kollégáim 80%-a alkoholista. Szakácsok, felszolgálók mind. Ebben a szakmában az a ritka, aki nem iszik. Ezt Gábor küldte nekünk. A SZESZ az építőipar demalgon. Kaptuk SMS-ben. Nagyon. Óriás. Nálunk dolgozó kőműves azt mondta, hogy neki csak minőségi sört adjak, mert az olcsó nem büfögteti rendesen. Hát ő már igényes, látod? Nagyon nagy duma. Nagyon nagy duma. 60 éves ácsfőnököm reggel délben este 1 feles pál lesz, aztán gyerünk fel a tetőre. De a 6 méteres gerendával a vállán nem lehetett utolérni a tető. Ugye? De félsz, ha nem is szól állítólag, ott tényleg az van. Szerintem is félelemből is. Hogy félsz, beversz 2 felest, az úgy mész gyönyörűen a 6 méteres gerendával, hogy öröm nézni. Tényleg, megnyugtat. Figyelj, fölmészed a 20 méter magassal, 6 méteres gerendával, hát az a kell egy kis célzó víz. Én traktorozom 1 feles szinte minden reggel. Volt már, hogy a főnökön mondta, aludj egyet, Józsi. Mondjuk korrekt a főnök. Igen. Nem a ki vagy rúgva, megy haza. Érte, lehet, hogy hasonló cipőbe jártak. Mezőgazdasági dolgozók Ausztriában reggel kocsma, feles beverett sörrel, majd munka után ugyanez még 4-szer, ezt gíkültenek. Na most erre kíváncsi lennék egyébként, hogy a helyiek, tehát hogy az osztrákok mit szólnak ez, illetve hogy ők is ugyanígy indítják el a napot a mezőgazdaságban. Vagy rácsodálkoznak erre a szép szokásra. Á, az ott is, nem? Szerintem ott is tütüznek, vagy ők is. Az értelmiségieket ne hagyjuk ki az ivászatból, igen, ez is érdekes. Hentesek szityóznak a legtöbbet. Kötelező volt inni, ott dolgoztam. Varrónő vagyok, minden nap iszunk. Az ebben az egész varrónő, látod? Pék vagyok, minden nap 3 sör. És egy kis kísérő keserű. Keserű. A keserű, tudod. Csak a gyomor mi. Ovó bácsi vagyok, egy magánovi van. Nagyon sokszor besokalok a gyerekektől, nap végén muszáj egy picit lazítani, 2 pohár jó minőségű vörösborral. Az benne van, hát munka után a lazítás, az benne van. Igen. Mit akarsz, Fájrigő? Ott a vödör, ott a lapát, takarodj! Helyi sebészünk rendelési időben eljár tipmixelni és pálinkázni, aztán utána az összes paciens gipszelni akarja, még akkor is, ha nem tört el semmi.
Hentes vagyok, mi is viszunk, kéményseprő vagyok, napi 10 feles. Hát gyerekek! Hentesek, hát az nem olyan rendes embereknek tűnnek pedig. Uh-huh. És az se veszélytelen. Azért ott is kell darálni. Hát az ott nagy is kell vágni. Hát gyerekek, körülbelül ez a kutatásunk eredménye. Még írtak néhányan, de az már ismétlés lenne, hentesek, buszsofőrök, stb. Azért ez nagyon szép. Figyelj, én megmondom őszintén, azt gondoltam, hogy amit mi az elején felvetettünk, ez a köműves vonal, uh-huh. tehát maga az építőipar vonal, ugye arra gondoltam, hogy az oké, az benne van, jó, aki mondjuk olyan helyen dolgozik, de hogy mindenki. Hát igen, nézd meg, gyerekek, mindenki rég pián. Volt ennyi SMS egy témára, hogy önmagadat, jelentsd önmagadat a Morning Show-ban. Hogy igen, bizarr. Paksról mondjuk nem jött egyetlen SMS. Hála Isten. Hála Isten egyébként. Viszont írt egy mozdonyvezető, józanul alig bírom a sínen tartani. Köszönjük szépen. Na jó van. Hát érdekes, érdekes kutatás volt ez egyébként. Játszunk Kóben bácsival és Beru nénivel már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Kóben bácsi és Beru néni a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Szilvi! Sziasztok! Hello, sziasztok! Szilvi, iszol? Igen, vagy már itt áll. Még nem ittam. Nem. Mit csinálsz? Fodrász vagyok. Na, tényleg a fodrászok isznak? Hát, talán este végén. A munka végén. Uh-huh. Igen. Ez nem tipikusan az a szakma azért, ahol nagyon sokan részegek. Női fodrász, férfi, vegyes? Mit csinálsz? Női, férfi, gyermek, persze, vegyesen. Mindenki. Bírod, szereted? Én nagyon szeretem. Melyik részét, az alkotás részét, vagy a csevegés részét? Mert a fodrászoknál szinte kötelező beszélgetni. Igen, én mind a két részét szeretem, imádom a szakmámat, nagyon szeretek alkotni, és imádok emberek közt lenni, úgyhogy nagyon-nagyon áldom az eszem, hogy ezt a szakmát választottam. Továbbadod a pletyókat? Tehát ha jön Marika, aki valamit elmond, akkor utána jön Erzsik, és azt mondod neki, hogy hát a Marika most mesélte, hogy... Hát ez nagyon nagy sztereotípia, ez nem, így van azért, nem. Megtartasz minden magadnak? Hát, igen. De van olyan, aki bizalmasként néz rád, és tényleg elmondja, hogy hónapja a férje nem akarja elkapni rendesen, és arra gyanakszik, hogy szeretője van? Tehát, hogy van ilyen? Hát ezek azért annyira bizalmas dolgok, hogy azért ezt nem szeretik az emberek így kibeszélni, esetleg csak barátnőknek, de elég sok olyan vendégem van, aki bizalmasként néz rám, igen. Na jól van. Oké, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó? Figyelj! Oké. No. Mezőgazdaságban van. Legeltetnek. Hát vagy Óven bácsi, egy elutasítás után. Azt mondta, hogy mondani. Azt mondta, hogy... Megnézi, hogy farfekvéses a bolt, csak nem kézzel. Berukám, berukám, ha te már nem kívánsz, van itt valaki más is. Igen. Na mutatjuk, mit énekelnek, figyelj. Köszi. Aja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 j
Hűha. Igen, ez a hűha kategória, ebből így nekem se lenne meg. Egy hosszabbat? Hosszabbat. Jó, mutatjuk, figyelj. La na 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 na. Jézus Mária. Hát. Jézus Mária. Ó, azt a mindenit. Mutatjuk még egyszer, jó? Figyelj. Jó. La na 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 na. Jaj, tudom, nem na. Robbie Williams? De, jó, és a válasz, igen. Üdös életben nem mondtam soha. Valamit, soha. Már akartam volna mondani, hogy iszom erre valamit, soha. Hát igyatok is, az egészségemre is, én meg iszok a tiétekre. Jó, rúgjunk be együtt, én benne vagyok egyébként. Rúgjunk. Én jó adásban sajnos sem lehet inni, mert az NMH az nem annyira. Jaja, de én értékei... is szóltam ám a témához. Na, mit írtál? Jaj, hát mert aztán nekem is a volt barátom, akivel egyébként nagyon-nagyon jóba vagyok azóta is, hogy marketing menedzser, és... állandóan azt hajtogatja nekem, meg együtt voltunk is, hogy Szilikém, nekem ilyenkor jön meg az ihlet, amikor... Igen? Ivott kicsit munka előtt, munka alatt? Nem, inkább estére, de otthon dolgozik, tehát így otthon dolgozik, és akkor mit tudom én, rájön, iszik egy-két-három fröccsöt, vagy egy-két-három-négy sört, és akkor... Amikor négy sör, az már azért nem kevés. Hát, az két liter sör, mondjuk, vagy... Így
képes este 10-ig, 11-ig nyomni, és hála jó Istennek, jó munkája van, és jó megbízói vannak, úgyhogy... De ezért ex-barát? Vagy többek között ezért is lett ex? Tessék? Ezért lett ex, azt mondtad, hogy a régi barátod, nem? Jaj, nem. A kábítószer miatt jöttél el tőle. Az ivás még toleráltam volna, viszont amennyit szívott, azt már nem tudtad. Nem tudtad volna. Nem tudtam tolerálni a drágának. Na jól van, figyelj, hát kivettük a bögrét, viszont a többi megvan, és van egy nagyon szép baseball sapkád, mert hogy az az új ajándék, Szilvi. Imádom a sapkákat. Szuper! De elnyomja a frizurát. Persze, mert kuncsavtak is oda fogod tudni adni, hogyha esetleg nem vagyok arra, hogy szeretik. Előveszed a fiókba, és azt mondod, hogy hordja. Ja, reméljük erre nem kerül sor. Jaj, nagyon szépen, köszönöm. Küldjük neked, jó, ügyes voltál, okay. Ciao. Örültem, buci, sziasztok. Hello, hello. Ciao. Hello, hello, hello. Kreatív munkakörbe inni azért az, azért nem olyan jó, mert másnap nem biztos, hogy az az ötlet már annyira jónak tűnik. Tudod. Igen, akkor nagyon megalakulsz, nagyon örülsz neki, másnap elolvasod. A pumpum lányó. 1000 békát hoznak! Micsoda? Ezt én találtam. Igen, másnap józanul, az már nem annyira. Nem annyira jó. Viszont ha már, ugye pont Szilvivel beszélgettünk, és elmondta, hogy hány pletykát bíznak rá, érdekes, mert hogy ezzel foglalkozunk majd a hírek után. Ugye a fodrász és a szabó régen volt ugye mindenki füle, és minden titok őrzője. Egy kutatás szerint kiderült, hogy az egyterű irodákban jobban terjed a munkahelyi pletyka, ezt... És az étesz. Igen, és a fokhagymaszak. Szociálpszichológusok állapították meg, hogy ha van közös helyiség egyrésztről, mint a kávézó, a büfé vagy a pihenő, akkor ott akár 3 perc alatt is eljuthat a dolgozókhoz a vezetői értekezleten született döntés, vagy egy-egy pletyka, amit éppen rólad mondanak. És annak próbálunk majd utána járni a hírek után, hogy ki milyen elképesztő pletykát hallott már saját magáról, mert ahol munkahely van, ott pletyka van, ahol pletyka van, ott előbb-utóbb az ember szóba kerül. Ugye? Hát ezt mi is tudjuk, rólunk is sok mindent pletykálnak, és hát kíváncsiak vagyunk, hogy hallgatóinknak mi volt a legelképesztőbb dolog, amit róluk pletykáltak a munkahelyen. Ezt nem lehet kikerülni. Csinálunk is egy kísérletet most a megszólás között. Igen, kimegyek a folyosón, és elhíreztelem, hogy Zsül nagyon szereti a lányokat, de párosuljuk patásban. Jó, de na, mindenki tudja. Mondjuk ez is. Igen, és minden nap behoz az ánuszában 10 katica bogarat. Mikor jut vissza hozzánk először? Szóval erről beszélgetünk majd, hogy egyrészt mi volt a legelképesztőbb dolog, amit saját magunkról hallottunk, kettő, várjuk hallgatóink SMS-eit is, hogy rólatok mit pletykáltak, mikor jutott el hozzátok, és mi volt a legdurvább, amit hallottatok. Ezzel jövünk majd Ákos, hidej után. Ha indul a reggel, és kivet az ágy, ha már a csap felett hangzik az ág, a zuhany alatt, vagy a kávé után, a kormány mögött, vagy kint az utcán. Indul a show, amelyre az ország ébred. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Itt a Klassz FM-en. Ha lehetok, én szélzúgásba megy átadtam? Pedig milyen jó idő van odakint, se szél, csak... Nagyon jó. És én szélző, átment ilyen szélzúgásba ez a reggeli. Tehát ezt még sose hallottam. Ez direkt vagy kazettáról ment. Igen, nem, ez vagy kazettáról, DDK kazettáról indítottuk. Igen, mert erre általában már rábeszélünk, de ezt most meg fogom hallgatni még 9 után, és ez nagyon tetszett ez a szélzúgás, gyerekek. Jó kis Madonna, én szeretem ezt a dalt. Ez egy jó dal, jó album. Jó. Ez még a régebbi Madonna, idézőjelesen régebbi, hát most nem egy nagyon régi, de ez a Hang Up, ez egy jó, ez még egy jó album. Pont valamelyik nap gondolkodtam ezzel a témán, már máson nem tudtam gondolkodni, úgyhogy ezen kezdtem el. Madonna? Hogy igen. Hány olyan popstar volt, vagy popstárocska, fogalmazunk inkább így, az elmúlt, mit tudom én, 10 évben, akit úgy vezettek fel, meg úgy reklámozták, hogy na, ő lesz majd az új Madonna, Lady Gagáról, Britney Spearsről, stb. És nem aztán lett. Nem. Tehát Madonna tényleg csak egy van. Tehát akinek ilyen hosszú pályafutása, ilyen gyümölcsöző pályafutása van, amivel számtalan slágerrel sikerült így megörvendeztetnie mondjuk az embereket, aki ennyi időn keresztül tudott tartani egy nagyon magas színvonalat, még egy ilyen előadó nincsen. Ezt nem tudod mondani, hogy a pletykák meg azért, mert ez csak, nyilván az is benne van, de hogy nem amiatt szereted. Tehát, hogy beszélnek rólad, az lehet... Engem mondjuk csodáig ne hagy, de... Ugye? Tehát, igen, hogy a zenéje miatt marad de azért vitathatatlan, persze. Fantasztikus előadó.
Na nézzük a közlekedési híreket, hogy mit írnak a hallgatóink. Azt mondja, hogy M6-os Pécstől Boly felé a leálló sávban egy csinos szőke hölgy robbant le. Én Pécs felé haladok, de uraim, aki arra jár, segítsen, megéri. Széna WC papír árus küldte nekünk. Trafi az M35-ösön Budapest felé. Az első kagylós benzinkútnál üzente Norbi, aztán van egy baleset a Török Bálintról Budakeszire vezető úton, Budakeszi felé már dugó van, mindenki vigyázzon. Pilisvörösváron senki nem megszokásból vezessen, az átadott aluljáró miatt forgalmi rendváltozás van, ezt Márti küldte nekünk. Aztán az M3-as bevezető áll a Hungáriától a Szent Mihály útig, üzeni Robi, valamint a 4-es úton Karcagnál van egy süni. Ez a rendőr? Valószínűleg igen. Szerintem ezt mondják rájuk, de nem klasszik süni, aki átment az úton, és most éppen viszi át a kölykeit. Egy almát a hátán. Igen, két fésűn beleakadt, meg egy tükör. Igen, három alma és egy mak. Hanem akkor rendőr van a 4-es úton Karcagnál. Ezt Csaba küldte nekünk. Köszönjük szépen. Láttatok már új trafit? Belefutottatok, nem? Nem láttatok? Nagyon sok van most már. Izgulok is. Igen? Várod a levelet? Mentek előttem, 30-as tábla volt, és a autópálya végén Szegednél, Makó felé, ott leszűkítik az utat, és azt hiszem, hogy 30-as vagy 50-es pálya volt, és előttem ment egy autó, és tudod, van úgy, hogy reflexből mész valaki után, és az a legrosszabb. De akkor kitakarja a rendszámodat. Hát nagyon, na ebben bízom. De ez akkor egyértelmű. Hát reméljük, de nem mentem hozzá annyira közel. Hát ne az, ha messzebb vagy, se nagyon látja. Igen. Hát jó, attól függ, most 500 méter, akkor igen, de azért ott vagy a fenekében, akkor nem olvassa, nem tudja. De akkor nem elől hátul fotóz? Nem, egy irányba mindig. Ja, egy irányba. Hát nem tudom, ezek a szuperek mit tudnak, lehet, hogy előre hátulra, de az egy irányba áll, akkor azért az egy irányba fotóz. Akkor is összezavarja majd azért őket. Nem lehet előre hallod? Hátra fotózni. Elő lesz, hátul al, hátul alfa, elől merga, hát én nem értem. Hát milyen autók ezek öt? Azért nem lehet az elő hátul fotózás, mert akkor előre autó, hátra meg a rendőr szem. Vagyunk ez is benne van. De viszont a kis definíciód, vagy a kis magyarázatod nagyon jó volt. Nem, te voltál egy bás, ő. Igen. De tényleg én mert te reflexből, te mentél után, ő húzott magával. Tartottuk a 30 méteres biztosan belkeveredtem a csóvájába, aztán húzott magával. Ez a baj, nem nagyon tudsz kifogást írni már. Turbulencia. Jön a levél, igen. Háj. Vas megyéből még mindig én régen kaptam, lekapogom. Szerintem igen. Azok is oda jelentenek. Az jó. Hát annyira nem, de reménykedjünk. Persze, hát igen, nyilván nem Bácskiskunba küldik, mert ott érted. Rossz helyre kézbesíteni a postás. De mikor 50... Én berobtam. Szegények, ne bánj, mert azért, mert ott volt a legtöbb húsvétkor, azóta már nem isznak. Hogy az 50-es táblánál mennyivel kell menni, hogy büntessenek? Na, 10%? Hát, annál több. 60-nal? 70-nel? Nem, annál kevesebb. Ja. Tudod, ez benne tízik. Nem, hát ugye minden kilométer óra egy kicsit más, hogy miért azt mondják, hogy egy 10-15%-ot azért ráhagyhatsz. Uh-huh. Egy 50-es táblánál 55-tel mész, akkor még nem fognak megbüntetni. Uh-huh. Tehát szerintem egy 50-es táblánál ilyen 60 körül kezd el ketyegni a számláló. Egy 15%, egy 20%-ot azért ráhagyhatsz. De biztos úr, a Balázs azt mondta, hogy 15 még belefér. Hát ki a hibás? Én nem. Ugye más, hogy miért az autó kilométer órája? Tehát lehet, hogy te 50-nel mész, és 50-et mutat, hogy 52-t, ez 48-at, tehát ezért állítólag ráhagynak egy ilyen 10%-ot, 15%-ot. Tehát egy 50-nel, egy 55-tel még belesodorodsz, az nem akkora baj. De ne is legyen baj, basszus. Belesodorodsz, ez is jó. Hát magával ragad a hét. Hát így siettél. Most tényleg, hát most 50 helyett, és 55-tel megyek. Kidobta a farát. Igen. Azért ne büntessenek már meg. Most 50 helyett, 65-68-an megyek, igen. De most 57, 53-mal, hát nem áll. De nem? Hát de. Érted. 60-tól már nincs messze. A 70 se érted. Ne, ott meg már nem áll. Ott meg már azért nem áll. Nem, de tényleg. Én ezt sokkal veszélyesebb, sokszor lassabban menni, mint... Tehát, hogy statisztikailag megnézhetnék. Na most hogy... már írni kezdem a magyarázatokat. Biztos. Nézze, higgy el, hogy lassan menni veszélyesebb. Maga biztos nem volna ezt a statisztikát, de én igen. De nem, tényleg azt mondom, hogy ha 30-al mész, vagy 50-nel, akkor elgondolkozol, nem figyelsz, nyomkodod a telefonodat, tehát egy biztos tempónál sokkal jobban koncentrálsz. Nem azt jelenti, hogy minden városban lehessen 130-al menni, nem erre gondolok, de hogy sokszor a érdekes érvelés. Nagyon jó. Biztos az érvelése? Biztos volt.
170 éve kapaszkodok a kormány, ott nem lehet telefonálgatni, ott koncentrálni kell. És biztos, koncentrálok, baj nem lehet. Biztos, hogy így el 210, én is nagyon féltem már. Annyira figyeltem, hogy nem mertem felvenni a telefonomat. Nem erre gondolok, amikor előtte totyog valaki 35-tel, akkor te is elkezdesz gondolkozni, menni, már előzni. Tehát egy biztos, masszív, normális tempónál jobban odafigyelsz, mint amikor 43-mal totyog előtted valaki. Persze, amikor tudom, mész rá, hogy egy kicsit jobban menjen, ő befékez, ott a vége. De akkor miért van az, hogy Németországban az autópályákon nincs több baleset, most statisztikailag? Most még nincs. Már baleset nem, hanem a sebességkorlátozás, ott is állítólag most már gondolkodnak a plafonon 130. Azt figyeld meg majd, amikor a németek bevezetik a 130. Tényleg? Na, én arra kíváncsi vagyok. Mi nem vezették be az elmúlt 15 évben? Nem tudom. Na? Sokat. És nincs több baleset? Tehát ha megnézed, abból sokkal több baleset vagy 130-a lehet menni, és rámennek az autók, türelmetlenek, és ha valaki mehetne egy 160-170-et, kevésbé menne rá 130-a, a közlekedőre kevés hátulról belemenős baleset lenne. Ez nem a szabályzás miatt van, ez az agy miatt van, a német agy miatt, aki megérti azt, hogy te nem tudsz 170-nel menni. Én jártam Németországba, egy kevéssé gyors autóval mentünk, egy lakóautót húztunk magunk után, érted? Mondjuk az reprezentatív kutatás. Bár a jobb oldali sávot sokszor használtad. Ne, csak mondom, hogy előztünk például egy kamiont, és akkor mit én 110-ig fölgyorsult a Verda, érted? És jött mögötted a 200-al a lapos autó, megvártam itt előzöl, és utána nyomott egy kövéret. Tehát, és nem villogott le. És nem villogott le. Jó, nem mert előzni, mert csapkodott hátulat. Így ment jobbra-balra. A szállítmány, tudod? Jobbra-balra. Meg éppen akkor ürítettétek az autópályára budi tartalmát. Egyrészt, másrészt meg ugye az élő tehén, a platónát. Az... A vágásra vittétek, hogy is szórott is. Mi minden a dinofarka, úgy csapkodott hát. Na gyerekek, munkai pletyka. Hát ez egy érdekes téma. Ugye amerikai szociálpszichológusok megállapították, hogy le kellene számolni az egyterű irodákkal, mert hogy jobban terjed a munkai pletyka. Ami szerintem egy baromság, tehát miért terjedne attól jobban, hogy te egyterű irodában dolgozol, hogy valahol van egy kávézó, vagy egy étterem, és akkor te, vagy egy cigizőhely, és oda el tudsz menni dohányozni. Mert átkiabálnak a másik sarokba, tudod? Igen. Ez is lehet, minden esetre megállapították, hogy nem jó az egyterű. És nem jók az olyan helységek, mint a kávézó, a büfé vagy a pihenő, mert ott akár 3 perc alatt is eljuthat dolgozótól dolgozóig a pletyka, és a vezetői értekezleten született döntések. Hogy ezt egyébként hogy kutatták, azt nem tudom, hogy elindítottak valami álpletykát, vagy kikérdezték a dolgozókat. Minden esetre a nők, ezt nem értem, a nők jobban, a férfiak többet. Ez hogy kell érteni? Segítsetek ti, sokkal okosabbak vagytok. A jobb pletykázás az az, hogy jobban adod át az információt, korrektebb. Tehát nem teszel bele. Igen, nem kamuzol. Információt. És a férfiak meg többet? A férfiak többet pletykálnak állítólag az amerikaiak szerint, igen. És színeznek. Nyilván jobban és színeznek. És kitalálnak. Aha. Hát indítsuk el ezt a zsűlös katicás át. Nekem az tetszik. Azért már nem mondtam adásban, az már nem pletyka, tehát azt már mindenki tudja. Jó, hát akkor színezzünk rajta. Ne katicabograk legyenek, hanem cserebogár. Mondjuk igen, kolorádó bogarakat. 4 szarvasbogár és 3 kolorádó bogár. És egy hangyaboly. Na, tehát, hogy... Akkor nézzük meg, hogy nálunk ez hogy megy. Hát nálunk is mindenki pletykálkodik azért egy picit, nem? Tehát itt is kijárnak a munkatársaim dohányozni, itt is van közös helység. Munkatársaink, én járok ki egyedül. Most már a Lacival se lehet egy jót beszélgetni, érted? Mert ő is leszokott. Na, de te egy felborult libáskosár vagy. Te olyan pletykás vagy, annyira szereted, egyébként tényleg te kiársz, csipegetsz, odaállsz, hallgatod, de ezeket észrevettem, hogy te ezt szereted. Bejövök, nyomom. Kicsit ide belehallgatsz, kicsit oda belehallgatsz, van egy folyosói beszélgetés, kicsit megállsz, tovább mész, kimész dohányozni. Hallottam egyébként a Ferit a hátra mögött, mindenki csak úgy emlegít, hogy a gyontató. Nem. Közülünk, ha lehetne választani egy embert, akkor te meg Anna, illetve két ember. Hát, ugye? Egyértelműen. És Annával tök jó például pletyózni. Igen, csak akkor zárt a kör. Te ti ketten, komolyan mondom, tehát ha valamit én nem akarnám, hogy kiderüljön, azt tőletek indítanám el. Aha. És vinném tovább a kört, hogy az hogy derül ki. Tehát ti ketten, amit ti műveltek, ez az elvonulunk együtt, belehallgatunk, kimegyünk tovább. Nincs igaza, mert az Anna nem adja tovább. A Feri meg az Anna a két legnagyobb pletykagép közülünk a Morning Show-ból. Hát aztán vannak más pletykagépek, akiket látok dohányozni. Azért, mert nem minden dohányos száll be a buliba. Ez is igaz, hogy vannak kivételek. Van mondjuk 2000-ből, de Annával mi... Mi a legnagyobb bűnözők? 3-4-6-kor indítunk, érted? Amikor igen, te még nem vagy itt, egy kávéval. Te ebben nő vagy. Igen, imádom. De én látom, te ezt tényleg szeretem. Kicsit mi volt abszolút. Ott, körbe kérdezek, körbe szimatalok. Jaj, gyere ki dohányozni, kicsit kikérdezlek. Én ezt sose szeretem. Sose kérdezek ki senkit. Csak odász. Önmaguktól mondják. Így van. Nem én vagyok.
Hát te, Anna, te vagy a másik. Hát ti ketten, ti pletyka bűnözők vagytok. Tegyünk rendet azért a fejbe, hogy mi is a pletyka. Mert hogy a pletyka az egy rossz indulatú szóbeszéd. Azt, hát, mi megbeszélünk dolgokat, tehát mit tudom, Janival mondjuk reggel beszélek, bocsánat, hogy berántottalak. Na most próbálsz mindenkit magaddal rántani. Hogy megbeszélünk dolgokat, mondjuk olyan dolgokat, ami minket érdekel. Az nem pletyka. Vagy mondjuk tapasztalok valamit mondjuk a cégnél, olyan dolgot, ami engem ért valami benyomás, és én azt elmondom, én nem teszek hozzá semmit, nem az, hogy elmondom, ami velem, az mitől lenne rossz indulat, vagy miért pletyka az? Nem, ez az. Nem konkrétan a pletykára gondolok, hanem az elmondani. Válik, amikor a Feri tovább adja. És sima ügy. Hallottad. Az pletyka. De nem, most nem csak a pletyka, hogy hallottad róla, hogy mit tudom, én nem tudom, nem húzza le budit, nem erre gondolok, hanem az elmondani, kibeszélni, átdumálni, csacsogni róla. Na, de ha nem húzza le a budit, akkor elmondom. Zsizsegni, azt imádjátok. Nem tartatod magadba, betegséget okoz. Betegséget okoz a benszorult gond, probléma. Igen. A feszítő kényszer, hogy nem tudod, hogy a másikkal ezért mi van. Ez a becenevetek, a tiéd egy gyontató, Annáé pedig fali újság. Ennyi. Nem, én szeretem tényleg. Tehát én szeretem cseverni. Te nem szereted, te egy most én csevegős vagy, óvatosan a szavakkal. Anna tudja, hogy a tudás hatalom. Így van. És ezért törekszik rá. Igen. Minél többre. Én szeretek csevegni. Janival is, Ferivel is. Egy kicsit a Jani is, de ebben ezért én egyedül maradok, és mindhármatokat be kell, hogy vádoljalak, mert a Jani azért a nagy WC-ben mosogató és ott beszélgető, reggel a kávégép, igen, mellett nagy megfejtő szintén. Igen. Tehát ti azért ilyen nagy trécselősek vagytok egyébként, igen. Ez a kis mivel mi van, arról hallottad, erről hallottad. Engem mi azt a csönd? Én ezek elő például menekülök. Tehát az Anna oda jön hozzám reggel zsibasztani, akkor én magam... De én látom, mert a fejére teszi az újságot. Hát rohadtul az újságot, és eltakarom magam, hogy igen. Én nem akarok ebben. De én soha, de én nem meg kell dohányozni, én ezektől menekülök. Igen, Balázs szigorúan betartja a követési távolságot mindig. De jó, azt tudod, hogy hívják érdektelenség, mert téged az embertársait hidegen hagynak. Érted? Igen, igen. Azért, mert mi törődünk a többiekkel. Van, hogy elmondom, tehát ha érdekel, ha nem, van, hogy elmondom. Hogy én olvasom az újságot, tudod, na, Népszabadság, mindig Magyar Nemzet, így a fejemre húzom, próbálom, ne, én Istenem ad, hogy hagyja abba, hogy abba, és az Anna képes 10 percig úgy mondani, igen, hogy nincs szemkontaktus. Mondom, most mit csinálják, menjek arrébb? Annát egyáltalán nem érdekel, hogy téged mi érdekel, ő elmondja, ha akar, elmondja. Így van. Mert feszíti, mert meg akarja osztani. Hát ezt értsétek már meg, hogy ez nem pletyka. Igen, köszönöm, ez is van. Van, aki ebből szívesen marad ki, és egyáltalán semmilyenben nem vesz részt, soha egyetlen ilyen beszélgetésbe se vesek részt. Valami nem szeretem. Tehát beszéljük meg a fontos dolgokat, röhögjünk az, hogy kimivel történt, ez a félrevonuló, ettől engem a hidegre. Nem vonulunk félre, tehát odállhatsz mellénk az udvaron. Igen, ki lehet jönni az udvaron. Ehhez juthatok rá a szerkesztőségiben. Nem vonulunk félre. Odállhat bárki. Nincs középút, azon gondolkozom. Tehát vagy nyakig benne vagy, és viszed tovább az infót, és csücsücsücsücsücsü, vagy abszolút kimaradsz belőle. Az ilyenek miatt terjed el, igen, rólunk, hogy pletykázunk, holott mi csak beszélgetünk. Érted? Más! Ízlelgesd, megbeszélni, igen, nektek problémákat elvonási tünetetek megoldani. Van, ha nem tudtok kimenni egy fél óra után. A Jani az a kicsit benne van, kicsit azért ő ugyan maga ura is, engem totálisan hidegen hagy ez a dolog. Nem csak azért, mert nem dohányzom. Tehát ha dohányoznék is, sem mennék ki veletek. Én se dohányzom, én kávézni. Hát a kommunikáció az életünk, érted? Én biztos vagyok benne, hogy vannak olyan emberek, akik azért szoknak rá például a dohányzásra. Na, ez is tuti. Hogy együtt lehessenek a többiekkel, és akkor ott áldogálhassanak, és hallgathassák, vagy éppen továbbadhassák az információkat. De akkor miért van az, hogy akit nem érdekel, az viszont tényleg nem érdekel? Tehát azok, akiknek... Tehát hogy miért... Lehet ez tényleg ennyire erősen két táborra mondani, hogy vagy menekülsz minden ilyen beszélgetésből, és nem akarsz ott részt venni, vagy megül a kíváncsiság, és minden beszélgetéshez odaállsz, és szereted, hogy ott vagy, szereted, hogy hallod, rajtad keresztül mennek az információk, és dilerkedsz, nem? Mind a két véglet megtalálható. Ne, de nem az infók, engem nem az infók érdekelnek, tudom, nem hiszed el, kisfali újságnak. Hanem ez egy ilyen verbális szélcsövezés nálatok. Teletext vagy, érted? Én szeretek beszélni. Engem tényleg érdekel, hogy mit tudom én három mondatban, mikor megbeszéljük, hogy mi van a Zsüllel, föltett mondjuk pár képet a Face-re, akkor megkérdezem. Na most árultad el magad. Senkit nem érdekel, hogy mi van a Zsüllel. Ráadásul tesetek mindezt úgy, hogy a Zsüll nincs is ott. Imádom megbeszélni, mi van a Zsüllel, csak ne legyen ott. De. Megkérdezem az Ákost, hogy mi van a gyerekkel, megkérdezem Feritől, mi volt a mit tudom én, a
fesztiválon, milyen. De azért egy kicsit beszéltek, töltött. Kicsit kibeszéltek, kicsit pletykálkodtok, kicsit duruzsoltak. Hát azért nem ez az egyszerű, ó, Feri, mi volt veled hétvégén a kolbásztöltő fesztiválon? Drága Anna, na. Köszönöm kérdésed, remekül mulattunk kicsin családommal? Azért ez nem így van. Csak a legritkább, hogy ez, ő azt mondta, igen. Ő ezt csinálta, nézd már meg. Tehát azért kicsit megy ez a klasszikus női zsizsegés, amiben Feri egyébként volna. Egy rakott szoknyás asszony. Imádom. Én nem láttam még férfit, aki ennyire szeretné ezt művelni, mint a Feri. Ferinek a cigizés, meg a kávézás, az a kukoricamorzsolás. Igen, és csak alibi miatt csinálom az egészet, tehát, mert egyébként nem tudnál odaállni. De mi egy idő után ti féltek, hogy kimaradtok valamiből, vagy valami nem jut el hozzátok? Vagy, tehát mi a minden eljut hozzá, tehát nem kell félni, a hálózatot üzemeltetünk. Igen, tehát a hálózat üzemeltető, hogy ez nem, hogy eljut minden, tulajdonképpen a szoftverből indul, tehát ti vagytok a Matrix. Az alap. Ti indítjátok az egészet. Minden eljut hozzá. Az a dohányzó hely, most így tényleg így meg is fogalmaztam. Az a dohányzó hely, ami itt kim van, az a Klassz FM fonója. Ennyi. Oda kijárnak a nők, meg a férfinak látszó nők, és ott kimennek, és mindent megbeszélnek, elcsacsogják, elpletykálgatják, továbbadják. De most én önkritikát gyakorlom. Bennem van a hiba, tehát van bennem hiba az embertársai. Hát ezt tegnap beszéltük ki az Annával. Igen. Az a nagyfokú érdektelenség, ami benned van. Tehát mi a jobb? Őszintén nem végighallgatni, vagy álszent módon állni ott 10 percet, és közben arra gondolni, hogy miért nem hagyod abba. Én őszintén nem hallgatom végig sokszor. De nem azt mondom, hogy engem nem érdekel, hogyha téged mit beléd rúgtak a metróba, ezt elmondhatod. Persze. De ez a menjünk ki együtt zsizsegni, hárman szívjunk el egy cigit, és beszéljük meg, hogy olyan. Az engem sose érdekelt, hogy tehát ki kivel dugott, hogy ki kivel van, hogy ki mit mondott a hírről. Ez engem nem érdekel. De ugyanolyan fontos dolgokról beszélünk ott kint. Persze. Is, érted? Csak barátságosabb körülmények között. Most tényleg elgondolkoztam, hogy én vagyok-e? Nem. Nem, egy kicsit igen. De hát itt élünk, itt élsz bent, itt vagy szocializálva az emberek közé, csak érdekel, nekik vannak problémáik, hát vannak olyan dolgok, amiket megosztanak velünk, és akkor is. Tudni akkor kell, hogy kettő nem ugyanaz, tehát odajössz, hogy van egy személyes problémád, meghallgatom. Nem persze. Érdekel, de meghallgatom. Aha, persze, de tök jó fej vagy, imádlak, igen, köszi. De most arról a nyüzsgésről, zsizsgésről, kis kibeszélésről, kis cigi hallottad, nem sokára ez le. Abból való kimaradás, azt nem mindig megkönnyebbülök, amikor ilyen beszélgetések kezdenek kialakulni, és fél perc már nem vagyok. De, köszönöm, de nem is mennek oda hozzád, mert tudják, hogy nem akarsz beszélgetni. Figyelj, reggel, amikor ugye Anna szokott előbb érkezni, akkor jövök én, akkor egy kicsit beszélgetünk, de ahogy megjelenik a Feri, igen. Anna tudja, hogy oké, Jani lemezt levettük a lejátszóról, és elkezdi rögtön a második világháborúból a legendás páncélos parancsnokának, Heinz Guderiannak a rugalmas elszakadás címes tanulmányát alkalmazni. Anna és a Ferivel együtt így szépen így eltávolodnak tőlem, és ott maradok egyedül. Így van. Gyűlölök, minden majd, ilyen majd te jövök, gyűlölök. Folytatom Zsüllel, mert éppen akkorra két összenektek a stúdiót, és megyek Ákoshoz, mert még nincs 6 óra. Tehát nem ült be de hírekre. Otthon nem hallgat meg senki? Mi ez a nyomorúságos kérdés? Mindenkinek elmondjam, hogy nem volt tegnap az zöldségesnél fehérjék. Nem hallgat meg otthon senki? De én nem én mondom el, én őket meghallgatom. De hogy hallgatod, te folyamatosan beszélsz. Meghallgatod és utána tovább. Szerinted miért vagyok betakarva Népszabadsága, vagy Magyar Nemzeti reggel? Azért odaállsz mellém, és 12 percig zsibbasztasz. Hogy nem néztem rá. Figyelj, azért mondom végig, mert végig akarom mondani, mert bízom benne, hogy eljut hozzád némi. Hogy valami megragad. Igen. Szoktál rá válaszolni egyébként, nem tudom feltűnt neked. Ez a baj, hogy válaszolsz rá, mert igen. Nézd meg, ott van például Zsül. Igen. Mert hogyha Anna beszél például Zsülhöz, nagyon jól tudja mindenki, hogy Zsül, ha a pult mögött ül, nem tud másra figyelni. Tehát hozzá beszélhetsz, de tologatja a pótmétereket, nézeget, én már csomószor csináltam, elkezdtem neki magyarázni, kérdeztem, mi van apukájával, ajánlottam neki programot. Semmit nem hallott meg az egészből, mert pótméterek, tudod. De nektek ez terápiás jellege, tök mindegy, hogy ki van ott. Ott ül egy guminő, elmondanátok neki is egyébként. Ez nem erről szól. Na, jó, mi a Ferivel nagyon egymásra találtunk, van, tehát, tudjuk, hogy ennyi, és mi tudjuk, egész. Hogy miről szól, igen. Információ tulajdonos vagy egyébként, ennyi a dílerkedtek, masszívan dílerkedtek, igen. Azért tudnék mesélni, na minden. Hát tudom, hogy tudnál, hát több mindent tudtok a saját életemről, meg mások életéről, mint én magam egyébként, igen. Na jó, drága hallgatók, írjátok meg nálatok, ez hogy működik. Nyilván az az alaptípus nálatok is megvan. Tehát van az a típus, aki abszolút kimarad, és nem szereti, viszont róla is pletykálnak, és van az, aki nyakig benne van, imádja, viszi az információt, terjeszti, és ő a legnagyobb pletykagép a munkahelyen. Ki mit hallott már magáról? Jó, ami elképesztő volt, és ő is meglepődött rajta. Ez a kérdés, SMS számunk 06-70-645-0000, jövünk a hírek után.
3:49 lesz pontosan. 2 perc van, jó reggelt kívánunk mindenkinek. A munkai pletykálkodásról beszélgettünk. Amerikai kutatók kimutatták, hogy leginkább az egytérű irodákban terjed, plusz ugye mellékhelység, konyha, mondjad a büfé. Dohányzót, mondjad, adjál nekünk. Dohányzó. Adjál, igen, igen, igen. És arról beszélgettünk, mondjuk, hogy... hogyha mi mellékhelységünkben terjed, akkor már ott, akkor nagyon jó barátok vagyunk. Ott oda egyszerre beférünk minimum ketten. Igen, ott már nagyon kell pletykálkodni, tud, igen, hogy elbírjátok egymást viselni. És arról beszélgettünk, hogy alapjában 2 típus van. Az egyik, aki kimarad belőle, és ezt alapjában nem nagyon szereti, és itt nem arról van szó, hogy nem reagál az embertársai problémáira, kicsit ebből a színben sikerült feltüntetnem saját magam. Nem erről van szó, azt hallgatom, hanem ezekben a igazi munkai pletykálkodásokban nem veszek részt, és van a másik típus, aki viszont ezt nagyon kedveli, megy, osztja, hallgatja, cigizik, és közben hát ott van. Még Anna is, aki egyébként nem cigizik, de mindig ott így van. Így van, kijön velem. Kimegy a dohányzó helyiségbe, hát rendszer, ha hall valami újat. Nem érted a rendszert. 5:50-kor indítunk Annával. Ott átveszük a belső dolgokat. Én 8-kor fölmegyek az elsőre egy kávé, ott meghallgatom az összvállalatit. 9-kor már érkeznek a CSS kollégák. Szintén egy kávé? Kint egy kávé, egy dohányáróval átdumálod, és 10 órakor, mikor ezt letettük az egészet, akkor tudsz indítani egy nagy globális, érted? Tehát akkor gyakorlatilag te, Feri, amikor mi találkozunk először, és reggel, akkor te nem érkezel, hanem csak az udvarról kiálltál a kocsival, az épület elé. Így van, már te korábban itt voltál. Persze, én hátra megyek. Illetve a fél hetes blokk alatt még meghallgatom a biztonsági őr kollégákat, hogy ki jött tegnap, kinek mit hoztak, ennyi. Komolyan mondom, egy és átlátsz minden. Veresegyházi asszony gólus veszett el benned, komolyan. Így igaz? Feri, egy kávét? Most már csak koffeinmentes, ez a 6. Nagyon sokat megbírok inni. Viszont mindent tudok a cégről és a cég alkalmazatéről, és mindenkiről mindent, igen. Egyébként ezekből azt figyeltem, hogy te se állsz le nagyon. Tehát szeretsz trécselni, de az ilyen típusú kis össznépi kis kitrécselésből azért te se veszel részt. Tehát mi valahogy ebben kivételek mert vagyunk. Mert gyűlöli a dohányzást. Ez az nem csak azért valahogy nem állsz oda nagyon. Nagyon fáraszt a kapcsi. Hogy így nem. Ez csak azért mondtam, hogy találkozunk, hogy biztos örülni fog neki. Hallgat minket ő is. Nekem nem, valahogy nekem ez a kint állunk az udvar sarkán, és sokan vagyunk nekem. Én is elkezdek tőle egy picit így zsibbadni. Szörnyű is, ne is gyertek, mert akkor rólatok nem tudunk legyőzni. De ezért, addig, amíg távol maradunk, nyugodtan kibeszélhettek. Szoktam volt mondani, hogy abszolút nyugodtan, igen. Multinál dolgoztam, nagyon jobban voltam egy pasival, mindenki azt pletykálta, hogy van köztünk valami. Mikor kiderült, hogy a férjemmel is jóban van, azzal bővült a pletyka, hogy mi hármasban nyomjuk. Látod, és azonnal van megoldás, ugye? Tehát amikor azt gondoltad, hogy tisztára mosod magad, hogy akkor a férjemben... Aha, akkor 3-an van. Itt a cégen belül ki szereti 3-asban, Feri, mit mindenki. Mindenki. Szereted, csak nem mondod. Én hogy szeretem, fiúval, kecskével, szamárral, nálam, rólam, mi megy? Akkor legalább segíts egy kicsit, ha már nem vettem ebben részt. Hogy nem akarom a nagy nyilvánosság előtt. Csúnya dolgok mennek? Ha piros nem ég, akkor majd mondom. Csúnya dolgok mennek rólam? Legalább akkor mondjatok már el egyet-kettőt. Azt mondja, hogy amikor a párom azzal fogadott, hogy miféle lúvnyát döngetek én a közeli temetőben, leesett a rágószervem. Azért ez is milyen durva pletyka, nem? A temetőben. Hogy, igen. Mondom, hogy milyen jó indulatú patkány gyűrögött körül ilyen aljas pletykával. Az anyám ne lássa benjózni. Eszméletlen görényé, melyik ember ír egy hallgató. Egy falubeli srácról elterjesztették, hogy felakasztottam magát. Volt riadalom, amikor megjelent egy-két nap múlva a falunapon. Anyika! Jézus, ahogy csoda történt. Mindig szex? Az a pletyka alapja? Nem. A pletyka alapja szerintem az, hogy nem te és nem ő, akivel beszélsz. Aha. Ez a pletyka. Uh-huh. Tehát ami két ember egymásról beszélget, addig ti valójában beszélgettek. Aha. Mi volt velem, mi volt veled? Azzal nekem sincs bajom, hangsúlyozom. Tehát szerintem a pletyka onnan pletyka, amikor nem te vagy én, vagy nem te vagy az én életem, vagy az én történésem, hanem a harmadik. Mi volt vele, mi van vele, ez így viselkedik, aha, az úgy viselkedik, ez az már onnantól a pletyka. Nem biztos, hogy mindig szex, de nem a kettőtök kommunikáció és a rólatok szóló dolog, hanem a harmadik ember beemelése, akkor már pletykálkodok. És beszélgetésben részt veszek, pletykálkodásban nem. Ha rossz indulatú ez a pletyka, akkor biztos, hogy irigység van benne, vagy hiányérzet, mert nem veled, vagy nem akart, aha, veled. Vagy csak jó kibeszélni. Hát jó, endorfin termel, hogy kicsit kidumálhatod, hogy az ő élete rosszabb. Vagy olyat terjesztesz róla, ami csak nyomokban tartalmaz igazságot, ott már szerintem van egy kis sértettség, meg rossz indulat benne. Aminek lehet például az oka, hogy vele nem akart összejönni. Gyerekek, én ma például hallottam, mert a Laci is azért nagy pletykagép, azért igen, a csoda okot hallottam. Névvel együtt? Tessék? Névvel együtt? Hát tudom mondani, csak nem mondom el, mit a Hújberről hallottam egy dolgot, de nem mondom el, hogy mit hallottam. Tehát, hogy szörnyű dolog. Ha ilyen dolgokat mondanak rólam, Laci, nem akarom soha, hogy a szádra vegyél. Nagyon. Ezen már túl
körül vagyunk. Mikor még dohányzott elmesélni. Egyszer megkapnám csak tényleg, hogy az elmúlt egy hónapban mi volt. Mi, hogy voltam terítéken itt a klasszban? Hát szerintem csodát látni. Hát figyelj, te is csodát látni, minden. Ha fele igaz lenne annak, amit mondjuk a Laci terjeszt az Abaházi Csabiról, én csak gumikesztyűvel fognék vele kezdeni. Szerintem én még csak galapagoszi óriás teknőssel nem hallottam, voltam, de tényleg. Tehát, hogy én csak, figyelj, én csak vegyvédelmi ruhában ülnék vele egy stúdióban. Visszatérve a kérdésre, nem mindig szex, mindig a harmadik ember. Onnan azt értem, pletyka. Hanem hogy a pletyka, ugye most három SMS-t beolvastál, ebből kettőben az volt, hogy valaki megcsalt. Igen, leginkább valakivel. A kikivel, ki mit mondott, ki milyen, igen. Akkor mégiscsak igaz a galapagoszi óriás teknős. Nagy létszámú irodában dolgozom, szinte csak csajok között. Ha valamelyikkel kicsit sűrűbben beszélgettem, akkor elég hamar elterjedt, hogy én kavarok vele. Eddig ezt négy lányról hallottam vissza, pedig egyikükkel sem jöttem össze. Ez Peti küldte nekünk. Vendéglátásban dolgozom, felszolgáló vagyok. Régen, ahol laktunk, megkérdezte a feleségem a ház gondnoka, hogy börtönben vagyok. Gondolom azért, mert nem túl sokat voltam otthon. 6 napot meloztam akkoriban, írja Isti. Igen, mi más ez is eszembe? Hol lehet börtönben van? De hogy már dolgozom, börtönben. Intenzív osztályon a fiú ápolók az orvosokkal heti egyszer fociznak együtt. Egyik reggel nagyon sunyin néztek, summogtak előttem, és vigyorogva furcsaságokat kérdeztek. Nem tudtam hová tenni a dolgot. Végül az egyik ápoló kollégám megsúgta. Az egyik orvos azt állította a focin, hogy én megvoltam neki. Felháborító. Soha nem kívántam részt venni a brazil sorozatszerű életükben. Aha. Ez a brazil sorozat, ez jó egyébként. Szappanopera. Ti kicsit brazilban nyomjátok egyébként, szappanoperában, igen. Szomszédasszony állította, hogy Don Francesco. Don Francesco és Donna Anna. Egyébként igen. Szomszédasszony állította, hogy egy 50 éves pasival csalom a férjem. Mondtam neki, legközelebb jobban figyeljen, mert két 25 éves jár hozzám. Nem volt miért magyarázkodni. És ilyenkor tudod, mi történik? Az, hogy a szomszédasszony elhiszi, és ezt fogja terjeszteni, hogy nem is 52-25-ös járó. Ő mondta. Igen. És az a legjobb az egészben, hogy lehet, hogy ez igaz is. De onnantól kezdve már nem gyarapszik. 2-25-ös járó. És mi van? Tényleg? Baleset miatt volt egy monoklima. Munkatársai meg voltak győződve arról, hogy a főnökön vert meg, mert nem végzem jól a munkám. Nagyon jó. Rólam azt a pletykát terjesztették, hogy minden kolléganőmmel lefeküdtem, pedig csak a csinosakkal. Írja Jani. Erdész kollégámnak azt mondta az üzemorvos, hogy magas a koleszterinje, ezért több vörösbort kell innia. Azt válaszolta, ennél többet nem bírja. Ez még az előző témánkhoz kapcsolódik, igen. Kiről mennek durvább dolgok? Rólam vagy a Janiról? Rólad sokkal durvább. Tényleg? Most őszintén rólam durvább dolgok mennek? Anna, kiről mennek? Ja, telefonálsz. Mindegy. Jön be, de tud egyszerre. Nézd, hogy fürdik ebben a témában? Rohan, nézd. Imádja. Kiről mennek durvább dolgok? Rólam vagy Janiról? Rólam? Persze, hát Janiról. És hány százalékát adott tovább? 90. Igen. Az összeset és színezünk. Az összeset vagy 90. Hozzáteszel vagy elveszel belőle. Hát gondold, de négy etap alatt én a reggelibe tudok részt venni és a tízesbe. Így van. De most már 9-kor kimegyünk. Jani, itt nem tudod elképzelni. Szerintem nem tudjuk elképzelni rólunk, mi megy. Ha nem vágnék, a 8-as kávénál is a felület tartani. Az marha, néha tudok menni, de nagyon ritka. Szinten kirá mennek a legdurvább dolgok. Nem kell levet mondani, csak egy műsorvezető, vezéri, tehát a kiről, mert cég szinten, akiről mindig a legdurvább szorít, hát kikivel feküdt le, csalja. Mikrofonosok? Persze, hát minél ismertebb, annál fontosabb vagy, ha tudsz róla valami olyat, amit mások nem tudnak. Női vagy férfi műsorvezető? Jaj, nagyon akkor ott be lehet szűkíteni a palettát. Hát azért dörzsölt emberrel áll szembe, vigyázzál. Vagy Balázs. És rólam kapcsolatban egyébként mi? Szex, félrelépés, hűtlenség, munka, szex. Tehát kivel csalom a Wikit? Egy disznóval? Ezt nekem még nem is meséltem. Na majd reggeliszünk egy jó kávé. Legutoljára kivel csaltam a feleségemet? Egy disznóval, vagy egy teknősbékával? Nem, az nem. 3,5 kiló nyers faszalba dugott. Egy darabig, törpével, vagy egy bohóccal? Nem, tehát, egy darabig volt az, hogy a fiúkkal, de azt ők letítottuk. Levettétek? Azt letítottuk. Csak legyen, hogy azt tudom. Nincs megcsalás. Nincs megcsalás? Nem, az a róla tényleg. De akkor mi van? Ne akart. Perverziók? Hogy akkor mi van? Tehát, hogy mi lehet, ha nincs, mi van akkor? Milyen lehet az ágyba? Az van? Van. És kicsi vagy nagy? Kicsi. Rohadjatok meg mindannyian! Elárultam! Szemét aljas pletyka népség. Ne kérdezz, látod, én őszinte vagyok, mondom. Szóval, hogy nagyon kicsi? Na jó, megyek dolgozni, nem én erre rá. Erre van a kávézás. Dohányoztok, és erről beszéltek, tényleg? Hát erről is. Hát is. Janiról mi megy? Nagyon nagy? Az. Túl nagy?
Nem, az az igazság. A méreteimhez képest. Amúgy ott van egy optikai csalódás. Tehát az, ne felejtsük el. Igen, van egy optikai csalódás. Na. Nem, az például tök érdekes volt, akkor mondom, tegnap előkerült, hogy nálatok mindennek ugye szex a vége. Tegnap mesélted, vagy tegnap elő. Ezt tovább folytatódott a dohányzásba? És a kezdete. Vagy a igen, a kezdete. Tehát ha bármi van, ugye egy jó kuponos vásárlás, akkor Jani. Igen, Jani elmondta, hogy mindent egy forró szeretkezéssel ünnepelnek. Így van. Na, igen. Ez például érted előkerült. Ezután a ment tovább a dohányzóban? Pleki táborban volt egy része a csapatnak, aki így kétkedett, hogy nem, és volt a másik része, aki mondta, hogy de a Jani szerint tehát a műsorban elhangzottakra azt megy a reflektálás ki. Megbeszéled. Igen. És akkor összecsap a két tábor. Igen. Érted, hogy nyilván izé van, nyilván kamuzott, a másik, nézd már rá, kopasz izé a teszt. De ti ott voltatok. Én ennél nem, de sajnálom. Nem, én robbantottam ki. De szeretem, hogy ilyen őszinte vagy. Nem voltam ott, de nagyon sajnálom. Sajnálom. Mit csináltam? Hol voltam? Fú, Jani. Mit csináljunk? Te ki tízkor. Hát ha egyszer súlsz. Tessék? Hát mit csináljak? Hát nem az tudok az a valóság ellen küzdeni. Mindenki tudja, hogy krémezem a nyelvemet, mert annyira szárad. Jó, tehát a lényeg nem is az, hogy igaz, hanem utána a társaság ezt szépen mondta, megbeszélte, igen, hogy igaz lehet, ha igaz, milyen minőségben, hogy... És volt ilyen nagy csend? Tehát amikor így kibeszéltetek mondjuk engem, akkor így mondjuk mit tudom, például a Zsuzsi így elhallgatott, és így nagyot sóhajtott, hogy... Zsuzsi, nem el tudod képzelni a nagy csendet. Ja, Istenem, ez a nagy csend. A nagy csend. Ja, igen. Ja. Balázs, ne hagyd magad, a Biblia is megírja, a te beszéded legyen igen, igen, nem, nem, minden más az ördögtől van. Én ezt követem, Peki, küldte neki. Azt mondja, hogy multinál dolgoztam, nagyon jobban voltam egy pasival. Igen, ezt már olvastam. Igen, a legtöbb esetben egyébként beolvastuk, de hogy szexről szól valójában. Tehát, hogy a legtöbb azért az általában kikivel jött össze. Na jó, de miről beszélgetnének egyébként? A múltkor annyi köményt raktam ebbe a rohadt kelkáposzta. Hát, az megbeszéljük, mondjuk. Igen, na, ekkor nyomja el mindenki a fél cigit, és adja ott Feri. Akkor ketten maradunk a Ferivel, de mi szoktunk receptről is, bizony, bizony. Mit főztél, hogy csináltad, fogások, konyhaiképek, melyiket vegyem. De abszolút így van. Ide hallgatok, barna cigipapírból tekertem a cigit egy nap, a főnök odajött, a többi kolléga szerint sorjában szívom a vicces cigit a többi ember szeme láttára. Annyira lefogytam a döbbenet, hogy köpni nyelni nem tudtam. Tiltakozásul csavartam még egy barna cigit. Írja nekünk egy hallgató. Hát ez is a pletyka kategória. Na jól van, hát sok mindent megtudtunk. Magunkról leginkább, egyébként. Magunkról. És ez csak a csúcs, igen. Egy óra is indulunk, Feri, kész. Valakit be kell szervezned. Egyébként ez jó ötlet, tényleg, egy beépített embert. Igen, csak olyan kell, aki mondjuk rendszeresen kimegy. Na, de valami... az újat kiszúrják. Ezért. Hát, most kiküldenék a Zsült például. És mondjuk az a baj, kiküldött. A Balázs küldött. Sziasztok, mi a helyzet? Hát te. Azonnal kiközösíteni. Ha viszont beépítettet veszel meg magadnak, akkor meg az nem jó, mert ki tudja, hogy milyen információt hoz. Nem lehet, hogy a többiek küldik hozzád fals infóval, hát, vissza, igen, tudod. Tehát, hogy nehéz megfejteni. Na jó, van, játszunk. Jó, egy jó kis hármasugrást, már itt is van a játékosunk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggel! Jó reggelt! Hello, Noémi. Hello, Noémi, így van, Noémi. Kuncogsz a témán? Egyébként gondolom érint téged is, nem? Hát annyira nem tudok figyelni, mert közben dolgozom, de ja, igyekszem, kicsit le van halkítva a rádió. Ne harag, ugye nem akarunk zavarni, pillanatokat ne zavarjunk, már itt sem vagyunk, bocs, tényleg nem zavarunk. Rólad szoktak pletykálni, vagy voltál olyan munkahelyen, ahol pletykálkodtak sokan? Munkahelyen nem volt még példa rá, nem, mert igazából mindig egyedül dolgozom, úgyhogy így, hála Isten, nem volt ilyen belésem. Úgy azért nehéz, maximum az ember önmagát beszéli ki önmagával, de az nem annyira szórakoztató. Milyenek a kérdések, Jani? Nehezecske most. Igen? Kicsit bekeményítettél? Na jó, mehetünk? Mehetünk. Így szól az első kérdés nyakbaakasztóért. Mi volt a fő hangszere Paul McCartney-nak a Beatles-ben? Hát annyira nem vagyok otthon a zenébe. De azt hiszem basszusgitár. Ah, az jó vagy. Így van. Menjünk tovább. Hát, menjünk. Nem vagy túl magabiztos. Egy kicsit korán van meg még. Na jó, mindegy, azért megpróbálok bízni magamban. Jó, baseball sapkáért így szól a második kérdés. Melyik olasz város egyik legismertebb műemléke a Dózse Palota? Hát,
szóval kell hangolódni. Belence? Így van! Jó volt! Harmadik kérdésem mi legyen? Hát, inkább most megállnék egyelőre, ennyi sütosta. Hát, egyébként könnyebb, mint a második. Igen, nagyon régen szóltam bele, én is azt mondanám, hogy menj. Könnyebb, mint a, igen, könnyebb, igen, mint a második szerintem. Okay. Nem tudom. Na, így nekünk. Hát, most leégnék. Dehogy is. Ne, hát égni nem égsz vele, de na, szerintem ez... Nem olyan, ami nem olyan, amit a ciki nem tudni. Nem, könnyű kérdés. Na? Melyik kerület legendás csapata volt az újpesti Dózse? Na jó, nem az! Nem ez a kérdés. Nem ez a kérdés. Jó, mi legyen? Megállni. Jó, megállsz, rendben. Akkor Janinak van egy kérdése holnapra. Meg spóroltál egy köszi kérdés. Ezért küldök neked majd egy bögré. Igen, a spórolásért. Köszi a játékot, Tói, mi küldjük neked. Jó van? Egy baseball sapkát és egy nyakbalkasztod. Köszi. Ciao, puszi, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Csak egyet tudsz enni, Balázs, állj be közéjük, és rögtön más lesz napirenden. Írja egy hallgató. Téged nem zavar, hogy ilyeneket dumálnak? Nem is. De nagyon pörökszerzel. Hát semmi rosszat nem hallottam. Mert nem merik elmondani. Hogy miket mondok én róla. Azt nem azt mondtál, engem, hogy hallanád, hogy miket mondok én róla. Igen. Az lett volna szép csavar. Az már zavar, amit én mondok rólad. Egy perc, van pontosan 9 óra, jövünk Ákos híre után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. Nem volt. Ezen nincs, a másikon van. Igaz. Igen, egészségedre. Ezen nem volt, a másikon volt akkor a szél. Aha. Na, voltál dohányozni, rohadék? Ó, gyerek. Na, mik az új hírek? Mik az új hírek a kollégákról, kolléganőkről? Ki kivel van éppen együtt? Nem a kollégákról, kolléganőkről, rólad. Hogy, gyerekek, ugye, addig az, jó. Az... Amíg az ember ilyen fontos, addig jó. Az sose baj, ha ennyit beszélnek rólam, az nem baj. Igen? Ja, semmi, hát nem árulom el, csak mondom, hogy gerjesztetted ezzel a téma felvetéssel, hogy ugye a kávézás közbeni pletykálás, kimentem és... Ennyi. És megtudtad, hogy mit terjeszt rólad a Hújber. De döbbenetes egyébként, az ember még ebből is úgy jön ki, hogy milyen antiszociális volt, csak arról beszéltem fél óráig, hogy én ebben nem veszek részt. De az derült ki rólam, hogy na, az emberekkel nem foglalkozó rohadt antiszoc. Tudod, aki senkivel nem beszél. De ha valaki akar, így hallja. Nem? Én beszélgetek, csak plegykálkodni. Vannak plegykálkod. Emberek, akiről mindenképpen plegykálkodni akarnak, és hogyha ha te nem kommentálod, akkor az a plegyka témája, hogy igen, miért nem kommentálod, igen, mert igaz. Figyelj, ha kommentálod, akkor menekülsz, tehát igaz. Ja, az is igaz. Ha választanom kellene, hogy én álljak kint és kidumáljak valakit, vagy engem dumáljanak ki, mindig inkább azt választom, hogy engem, mint hogy én álljak ott, nem? Na most a kettő közül mi a jobb? Jó, de hát te semmit nem csinálsz, amit nem mérni érzem. Ez is igaz. Nem könnyű ide, nem könnyű. Jaj, gyerekek, süt kint a nap, jó idő van, Feri? Nagyon jó. Igen, nagyon jó, meg lesz a 20 fok. Nem tudod koncentrálni. Rohadtul nem emlékszem, milyen idő van, csak arra, hogy mi van. Dehogy nem, pont, hogy tudsz. Tehát ott kint állsz a napsütésben, jobban szivárok be az információ. Csajok voltak? Hogyne, persze. És kapcsi is üdvözöl. Igen, ne jó. Szóval jó idő van. Váltszem 2, trafi piros, Favé buszból mérnek, mindenki vigyázzon. Trafi az M3-as autópályán Debrecen mellett, az 5-ösnél méghozzá Selkútnál, mérnek a Jardok Farmoson, méghozzá Jászberény felől érkezőket, ez Zsuzsa küldte nekünk, valamint 2 őszporoszkál az M0-29-es kilométerénél, ráadásul a kerítésen belül mindenki vigyázzon, és az ebben a pillanatban jött Kisvárdán a Jéki úton kék Suzuki-ból szintén mérnek. Szerintetek az őzek jelentenek egymásnak az autókról, amik a kerítésen kívül poroszkálnak? Szerintem nem. Biztos vagyok benne. Mert hogy mi mindig tudjuk, hogy az őzek mit csinálnak a kerítésen belül, de vajon az őzek tudják, hogy mi mit csinálunk a kerítésen kívül? Mondjuk azt lehet, hogy leadják, hogy Lada Niva 2 vadásszal. Az mondjuk lehet. Álltok, a sirályok telepatikus úton kommunikálnak. Aha. Tehát, hogyha elkezdesz etetni egy sirályt, azt vizsgálták, hogy hogy a fenébe lesz ott egy percemből 10. Most már nem zsiráfot mondtam, nem zsiráf. Elkezdesz etetni egy sirályt, tudtad, hogy ott lesz 10 zsiráf azonnal? Igen. Próbáld ki. Bukannak. Mondjuk ez furcsa látványa.
tudod, ahogy megtörnek a hullámok a zsiráf fejeken. Múltkor a Benivel zsirályokat etettünk, azonnal felbukkant egy zsiráf. Vagy ez lehet, hogy én csak álmodtam? Nem, megállapították, hogy telepatikus úton képesek kommunikálni. Nem tudnak rájönni, hogy hullámokkal, vagy frekvenciával, vagy telepátia útján, de hogyha elkezded etetni őket, azonnal felbukkan a többi. De úgy, hogy nem látják, nem úgy, hogy most az országhez szeret feldobsz egy zsömlét, és akkor másik tíz is látja, és oda repül. Tehát nem erről van szó, és megállapították, hogy valószínűleg telepatikus úton adják le egymásnak az információt. Mert hogy pillanatokon belül rengetegen lesznek ott. Aha. És annyian azt az etetést nem láthatják. Hát csak hullámokkal lehet, hiszen tengerpart. Hát az meg az a másik. De milyen érdekes az állatok, mennyi minden nem tudunk róluk egyébként, nem? Itt vannak körülöttünk, és lehet, hogy sokkal nagyobb megfejtők, mint amik mi vagyunk. Fogod ezt a régi eszközt, föl kell írni a telefon, bele kell beszélni, hallja a másik, jön egy ilyen nyeszlet zsiráf, és lekommunikálja a többieknek, hogy gyertek zabat, nem? A hülye ember meg ilyen vagy sirály, mi meg ilyen őségi módszer, amit a telefonon próbálunk kommunikálni. Szerintem ez nagyon érdekes. Hogy a delfinek, hát róluk se tudunk semmit. Na mindegy, nem is erről akarok beszélni. Hiszen nem tudunk róluk semmit. hiszen figyelm nincs a delfinek. Miért beszéljük róluk? Semmi információnk nincs. Na gyorsan egy kis közszolgálati információ. Ugye nagyon sokan kérdezitek egyébként joggal, hogy mi van a gyűjtéssel és azzal a négy gyermekes táti családdal, akiknek még januárban égett le a házuk. És ugye mi beszéltünk Erzsivel, Erzsi nagyon helyes volt, ő betelefonált, hogy játszana, kicsit szomorúbb volt a hangja, Feri rákérdezett, hogy mi a baj, és aztán egy egészen horrorisztikus, drámai, megdöbbentés, nagyon szomorú történet bontakozott ki itt a fülünk hallatára. Erzsi elmondta, hogy a szemük láttára égett le a családi házuk, úgy, hogy mindenük oda lett, tulajdonképpen az utolsó ajtófélfáig, az utolsó papucsik, minden fotó, minden ruha, minden emlék porig égett a ház, és ezt ők, hát a szó legszorosabb értelmében végig kellett, hogy nézzék. És hát azóta ők ugye az anyukájánál laknak, az anyukája is nagyon beteg, a négy gyerek folyamatosan menne haza, nem tudják nekik, hogy megmagyarázni, hogy mi történt, és egy nagy-nagy szegénységben élnek. Erzsi ezt elmondta, az egész ország összefogott, elkezdtünk nekik gyűjteni, és hát nem túlzás, azt mondja, pillanatok alatt összejött 5 vagy 6 millió forint. Aztán ugye, aki ismeri a történetet, tudja, hogy Erzsiék végül választottak egy mobilházat, erről sokat beszéltünk, azért mobilház, mert hogy az anyukája telkén szeretnének ők továbbra is élni, és egy perc alatt átérni az anyukájához, ha van valami. Mi mondtuk, hogy szerintünk kőház, ők azt mondták nem, ők ennek örülnek, ők ezt szeretnék. És gyorsan felhívjuk a mi Tiborunkat, aki egy ottani egyesületnek az elnöke, hogy gyorsan egy mondatban meséljen nekünk a táti házról és a munkálatokról, hogy mégis hogy áll a ház, mikor tudjuk átadni, mikor tudnak beköltözni. Ugye sokszor említettük, hogy fagy van, azért kicsit lelassultak a munkálatok, de most már itt a jó idő, úgyhogy reméljük napokon, akár tényleg heteken belül, de tényleg át tudjuk adni a házat. A mobilház telepítés az ugye nem egy hosszú idő, hanem itt a szigetelésről van szó. Tehát, hogy azt meg kellett csinálni, az fagyban nem lehetett, de most már gyönyörűen haladnak. Igen. Szerintem. Úgyhogy megkérdezzük gyorsan Tibort, hogy mi a helyzet. Jó reggelt, Tibor, halló, jó reggelt kívánunk neked. Jó reggelt, szervusztok, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is. Na, hát többen kérdezték már tőlünk SMS-ben, minden nap, e-mailekben, egyébként persze joggal, hogy állunk, mi van Erzsiékkel, mi van a családdal, mi van a házzal, hogy álltok. Hát, ahogy a Feri is mondta, igazából itt az időjárás tett be egy kicsit, mert hát mi se tudtuk még, hogy pontosan milyen ez a szigetelés, és ez egy olyan különleges anyag, amit ilyen vízzel kevernek, és úgy köt meg. És hát amíg fagyott, addig ezt nem lehetett megcsinálni. Be volt zsaluzva a ház, elő volt készítve minden, ablakokat, új ajtókat, ilyen hőszigetelteket megrendeltük, az is ott állt készen. Tehát minden megvolt, és hát most múlt héten tudták befejezni a beöntést, megkötött, most kijavították már a öntési hibákat, le kell színezni, és ezzel ők készen vannak. Mi már beraktuk közben az ajtókat, ablakokat, és már csak a fűtést kell beszerelnünk, ami két nap. És meg vagyunk. Tehát elméletileg jövő hétre ez teljesen komfortos. Jövő hétre, igen, úgy néz ki, ha emberi számítás szerint, így mondom, hogy simán megvan jövő hét végére. Jó, tehát akkor vagy jövő hét... Még lesz egy kis tereprendezés, és ilyesmi, csak akkor meg vagyunk. Jó, tehát vagy jövő hét második felében, vagy jövő hét utáni hét elején tehát valamikor tudunk menni. Második felére számítunk, így van. De úgy is szólok pontosan, amikor már látom a végét, azonnal hívom a Julit, és akkor vele mindig kommunikálok. Juli, ami asszisztensünk, igen. Hogy vannak Erzsébeték? Hál' Istennek jól vannak, hát kicsit már tudod, szorosan a nagymamánál, mert ott nincs sok hely. Gyerekek hát felnőttek. Igen, így ahogy mondjátok. Úgyhogy már csak erre várnak ők is, hogy végre azt mondjuk, na itt van, de most már mondtam nekik, el lehet kezdeni takarítani a házat belülről, ablakokat lepucolni, most már azért elindul a dolog, ők is elkezdenek szépen rendezgetni, úgyhogy most már ők is érzik a végét valahol. De klassz, leginkább hát, az, hogy a sikerült, hogy ilyen.
ilyen hallgatóink vannak. És külön köszönjük ennek a győrvári Barázsnak, aki adta ezt az anyagot, amivel lehet ezt a szigetelést bejelenteni. Ő nagyon sokat segített nekünk, tehát ő nagyon rendes. Hát a hozott csapatot, akik ezeket tették, az haladt a dolog, hol így, hol úgy döcögve, de mindig azért ment a dolog. Igen, azt hiszem, talán ő is SMS-en keresztül jelentkezett, hogy hívjuk, igen, segítene, igen, igen, nem kért érte pénzt, tehát itt valóban tényleg egy nagy összefogás igen, volt, ki két kezével, ki anyagköltséggel, ki a szállítással, ki küldött ajándékokkal, de hát sokan hozzájárultak. Igen. Nagyon sokat segítenek, például teljesen beszerzési áron adták az összes fűtéstuccot, a kazánt, a radiátorokat, tehát mindenfélét, a kéményt, ilyen különálló mobil kémény lesz, amihez nem kell külön engedély, úgyhogy rengeteg minden dologban mindenki úgy adta a segítségét, ahogy tudta. De jó. Na jól van, hát örülünk, csak ugye nekünk a hallgatóink miatt ezt tudnunk kell, hogy hogy állunk, meg hát fontos Erzsébet és az Erzsébet családja, valamint az ő sorsuk, ha szerettük volna most már mi is ezt a házat úgy átadni, hogy tényleg akkor még előbb költözhessenek, persze. Pillanatban szólunk nektek, amikor már látjuk, na itt a vége, és akkor sok szeretettel várunk is benneteket természetesen. Jó, Tibor, akkor beszélünk a jövő hét elején. Jó? Rendben van, oké. Köszönjük. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy segítesz nekünk ezt intézni. Köszönjük. Hello, hello. Na, ezek nagyon jó hírek. Jó hírek, igen. Jó hírek végre. Igen, volt egy erős hiányérzetem azért, hogy ez a dolog nincs lezárva, igen, hogy állnak jelen pillanatban. Júli folyamatosan kontaktált velük, de azért jó erről beszélni. Ez időjárás közben szólt. Hogy a hallgatóink segítsége, kis összeg, nagy összeg, természetesen semmi nem ment kárba, tehát nincsenek Erzsébeték elfelejtve, csak várnunk kellett egy picit, hogy ez a dolog ez felépüljön. Leginkább időjárás szempontjából, ahogy ugye Tibor is elmondta. Na, jól van, akkor jövő héten lehet, hogy lemegyünk egy ilyen kis ház átadóra az utolsó egy órát valamelyik műsorból, akkor erre számítjuk, hogy meglátogatjuk őket, nem? Megnézzük. Lerobogunk, igen, hogy... Hál' Istennek nincsen messze, és jó idő is lesz. Igen. Ki van a taki autóval, vagy egy autóval, vagy hogy? Akkor nekem egy picit korábban kell indulni. Képes vagy oda egy is vonattal menni. Simán levonatozol előtte, megalszol valahol, és utána ott vagy reggel hétre. Na, új dala van az Irigy Hónai Mirigynek, éles váltás, már segítek egy kicsit. Igen, ez az. Új dala van az Irigy Hónai Mirigynek, és hát mondhatni talán, hogy az elmúlt időszak egyik legnagyobb hazai slágerét, a No Rocks Eye-t dolgozták ők fel. A No Rocks Eye-jal mi is foglalkoztunk, egyszer beléjük hallgattunk. Így igen. Van, és hát gyakorlatilag ilyen letöltés halmaz gyűjtött össze, vagy irgalmatlan sokan megnézték, és nagyon-nagyon szeretik, úgyhogy az Irigy Mirigy jóhoz nyúlt megint. Pontosan mit is jelent a számlak a címe? Feri. Dob tovább nekem, Bali. Ők a Csoli és a kis grófó. Igen. Ugye? Ők baromira mennek most. Tehát ők hihetetlen népszerűek az interneten, és állítólag bitang mennyiségű hakni. A falunapok sztárjai. A falunapokon rettenetesen dübörögnek. Nyá, hát most aztán beindul a nyár. Hány milliós valami hirdatlan. Rettenetes nagy a nézettségük. De ők ő jön az A8-assal? Ez az? Az. Igen? De az ott a már cserélte. Egy A9-esre. Egy A9-esre. Ő volt az, jön a Józsi az A8-assal, ez az? Beül a Jolly az A8-asra. Beül a Jolly az A8-asra, ők szintén, ők ilyen, ezért lehet, hogy már keverem őket, igen. Na mindegy, szóval, hogy az Irigy Hónai Mirigy feldolgozta őket, úgyhogy felhívjuk Győzőt. Aztán meghallgatjuk a dalt is már, jó, mint a feldolgozás, jó, hogy mesélje nekünk Győző kicsit a részletekről. Mm. És hogy nekik, hogy megy mostanában? Melyik a hanyassal járnak? Hát egy ilyen dalra ráülni, egy jó átirattal, az szerintem jó. 15 milliós nézettsége van. Jézus Mária! 15 millió. Hmm. Az ugye nem 15 millió embert jelent, hanem 15 milliószor néztek meg. Tehát lehet, hogy egy valaki nézte meg. Nem kis meló a családnak. Igen, egy valaki 13 milliószor. Beül a Julie az A8-asba, mi kell a nőnek, azt mindig ő tudja, viszkit rendel liter számra, mindenki vele mulat. Hát ez az. Akkor jól emlékeztem. Egy része. Na, itt van velünk Varga Győző, az Irigy Hónai Mirigyből. Győző, jó reggelt, hello! Jó reggelt, köszönöm. Szia. Mindenkit, meg benneteket is. Hello. Fél tíz, hogyha nem egy haknin vagy. Ugye fél tízkor, hát nem olyan. Mert most a csapat másik fele ment. Meg a hakniról. Én most jöttem meg a hakniról, és pont azon gondolkodtam, beszéltetek az ivásról, hogy kihagytátok a zenészeket, hogy ti az, aki nem tud elég dolgozni. Azért, mert az annyira evidens, hogy igen. Hogy az már szóba se került. Azt meg se kellett említeni. Na, hát a No Rocks Eye dolgoztatok fel, ugye gondolom, egy ilyen dal nektek, hát az maga a paradicsom. Tele van képigeggekkel, szöveget lehet ráépíteni, tehát itt szinte bármihez nyúltok, az jó. Karakteresek az előadók. Igen.
Igen, mindig ez a legjobb számunkra. Egyébként ugye mi is abból indulunk ki, hogy mit néznek meg a legtöbben, és akkor elkezdünk rajta gondolkodni, és tulajdonképpen úgy tűnik, hogy tényleg jóhoz nyújtunk, két nap alatt már több mint 500-ra nézték már a klipet. Azt a mindenit. Majdnem pontosan két napja tettem föl, így 9:30-kor. Mert akkor linkeltem föl. Ezeket te intézed? Hát nincs egy manager, vagy valaki, te otthon ülsz a kis YouTube-odra, a kis nem tudom hány megás interneteddel is teszed föl, az Irigyó Lejmirigy klipjeit? Ez nagyon becsülendő. Hát ez nem egy olyan nagy dolog szerintem. Manapság már annyi mobileszköz van, meg olyan sok minden van a világban, hogy nem kell ehhez semmi, mert a telefonomról föllinkelem lassan tényleg. Ülsz ott a kis sportzoknitban, a hálószobában. Igen. Így van. A Peti telefonálgat fél óránként, mennyi hát van már fönt. Pontosan így képzeled el, de nem sportzoknitban ülök, egy nagyon szép fekete utcai van rajtam. Illetve egy harisnya, mert nagyon szólt fixel. Nagyon. Harisnya nadrág. Igen, egy trombózisos harisnya nadrág. Ennyire azért nem veszélyes még a helyzet. Még ennyire nem vagyok öreg szerencsére. Na és forgattatok hozzá klipet akkor értelemszerűen? Igen, természetesen. Hát nálunk azt mondhatnám, hogy most már akkor jelenik meg egy szám, hogyha forgatunk hozzá klipet. Igen, és ez az egészen más a mi esetünkben, egy klipforgatás nem egy 5 perc alatt találjuk ki, tehát most mit tudom én azt a számot, hogy föl fogjuk dolgozni, majd, hogy nem már decemberben kitaláltuk, de jó idő kellett hozzá, tehát kifejezetten jó napos idő kellett, és szó szerint ezt vártuk. Volt egy olyan forgatásunk, amit el is kellett emiatt halasztanunk, egész egyszerűen nem volt jó idő. Meg úgy ott volt a visszérműtétedés. Most önmagában már ide egy hallgató tök igaza van, hogy ez már önmagában szinte egy paródia ez a dal. Tehát, hogy egy majdnem, hogy paródián még mit lehet parodizálni? Hát, ha megnézzük ezt a klipet, vagy az előadókat, hát idézőjelesen, de már tényleg ez is egy nagybetűs paródia lehet akár. Hát akár lehet így nézni, de igen, igazából pont ez a, amit így a hallgatók is írnak, hogy adja magát a lehetőség. Tehát kifejezetten adja magát, hogy valaki mondja, hogy mekkora menő vagy, hogy beülök az A8-asba, akkor én meg egybe be tudok ülni a Suzuki-ba, egyes dízelfel tuningolva, és akkor mindjárt másképp néz ki ugyanaz a szám. Hát igen, nyilván pont az ellentéteket hangsúlyozzátok. És már 500 000-en megnézték két nap alatt? Hát most már több mint 500 000. Itt a sportzopimra elmegyek a tyutyú oldalra, és akkor most megmondom neked, hogy most éppen 520 000-nél van. De akkor látok is nagy a család. Hát igen. Ezt szóltatok mindenkinek. Hát mindenkit ráküldtem, hogy nyomkodja a gombot. Fé, riasztottatok tényleg mindenkit. Ki öltözött nőnek most a klipben? Mindenki, mi? Nem. Hát itt hosszas verekedés volt, hogy ki nem, de most az Uzi és az Imi nyert szerencsére. Ahogy még az Anti is, igen. Tehát, hogy van. Figyelj, ott álltunk az utcélen, az üvegtégis helyszínén forgattuk, és ott, hát ott én is, hogy be voltam öltözve ilyen aranynyaklánccal, és ott elkezdtem árulni az utcélen a lányokat. Ott fékeztek a kamionok hirtelen. Mondjuk az Irigyhónaimból, ha valaki nem öltözik nőnek, az már ez 15 éve is, 10 éve is, 8 éve is, és még az következő 20 évben is ez lesz. Tehát valaki közelebb mindig nőnek öltözik, ezt így valahogy nagyon ragaszkodtok. De ez nem azért van, ez azért van egész egyszerűen, ha van női szerep, és emiatt nem veszünk be magunk közé nőket, és tudod miért nem, mert pletykálkodnak. Te hallgatsz minket. Mi nem tudsz aludni, vagy korán kelsz, vagy hogy? Elég korán kelek. Hát majd megtanulod, ha még iskolások is lesznek a gyerekek, hogy korán kelsz. Hát, el kell juttatni a gyereket legalább 8 évet iskolába. Na és a zenésznek nincs kimaradás a reggeli iskola hordásból, hogy tegnap este turné voltunk, anya, és meg még ittas vagyok. Hát igen, ez is előfordul, hogy néha kimaradok, de azért nem. Ezért vagyok, hogy milyen jó korám. Na jó van, belehallgatunk akkor a dalotokba, jó? Egy kicsit először az eredetibe, és aztán meghallgatjuk, hogy mi lett belőle. Na, ezt már nagyon várom. Gondolom. Ha nem hallottad még, akkor nagy a baj. Igen, azért meghallgattuk már egy párszor. De most nektek is nagy jubileum van idén, nem? 25. Igen, hát idén vagyunk 25 évesek, ne vicce. Ez óriás koncert lesz az Arénában. Úgyhogy, ugye ezt is előadjuk, hát ezt már be is szervezzük ezt a számot a műsoron. Na most az Arénában minden évben van óriás koncert, nem? Most egy két évig nem volt. Most kimarad. Nem, évente nem tartunk. Mi legalábbis úgy látjuk, hogy ha évente lenne, akkor nem lenne kuriózum. De igen, sokszor van szerencsére. Mindig sikeres, és megtöltjük szerencsére. Én az úgy gondolom, hogy idén is így lesz. Óriás show műsor, meg minden lesz. Még egyszer se kellett felezni. Nem. Ugye? Ilyen még nem fordult. Mert vannak ezek a nagy felezős, nagy koncertek egy-egy zenekarnak. Engedjétek le a függőt, nem telik a ház, tudod, csak le kell gyorsan felezni. Azt gondolom, hogy a mi esetünkben a közönség volt már koncerten, az tudja, hogy azért óriási show várható, meg azért is, vagy látványvilág, meg mi nagyon oda szoktuk magunkat szenni, és gondolom, aki már volt, azért biztosan eljön még egyszer. Na, erről még majd úgyis beszélünk később. Jó van, Győző, köszi neked, pihenjél akkor most már, ha ilyenkor fent vagy, jó? Köszi, ciao, Varga Győzőnek, köszönjük szépen, hello. Na most mi legyen, hallgassunk bele az Irigyhó nem Irigyből, hogy hát ha valaki nem ismeri az eredeti. Az kicsit az eredeti. Kicsit kell az eredeti. Hát én szeretem. Na, 15 millióan megnézték. Ja, akkor ne. Nem is vagyunk annyian. Én nem emlékszem annyira a szövegre, hogy tudjam, hogy a Mirigyék mit parodizálnak pontosan, csak egy percig, hogy az milyen. Meg jó a hangulat, tehát az eredeti előadott jól.
egy picit, egy, legalább egy verze refrém. Egyébként szeretem. Hát jó is. Jó, ez az eredeti, és akkor megmutatjuk az Irigy Hónai Mirigy dalát, jó? Hogy mit csináltak belőle győzőjék. Ezt viszont teljesen meghallgathatjuk. Jó, nem? Mehet végig. Megye 10 lesz, pontosan 3 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Az M5-ösnél van egy trafi Pest felé a 149-es kilométernél, valamint az M6-os lefelé, az M6-oson gyalok lefelé, bocsánat, eltartatok a napot. Gyalok. Igen, az A8-as. Igen, az M6-os jól járható. Norokszáj, azt mondhatod neki, mert az azt jelenti, hogy legyen szerencséd. Igen? Aha. Na, akkor most már ezt is tudjuk. Trafi gyáron a Körösi úton Budapest felé, valamint M5-ös Pest felé 159-es kilométernél szintén van egy trafi. Jó, jó, jó volt a Mirigy feldolgozás, de pont arról beszélgetünk, szerintem ezt elmondhatjuk, hogy régen azért ők keményebben oda-oda mondogattak, bátrabbak voltak, nem? Tehát ilyen helyes, aranyos, jobbofizós lett, de régen pontosan kimerték emelni a kikarikírozható elemeket, és kicsit bátrabban, odamondósabban mondtak oda úgy, kikarikírozva az adott embert, akit parodizáltak éppen. Most ez így nekem nagyon poénból korrekt volt. Igen, tehát ez egy helyes, aranyos, kedves, de hogy azért ők pár évvel ezelőtt, nem tudom, lehet ez a közhangulat miatt van, vagy különböző félelmek miatt, én nem tudom, de hogy mindenkinek bátrabban oda mondom. Mert hát ugye le is tilthatják az előadók adott esetben a produktumot, hogyha nem tetszik nekik, és lehet, hogy ez is egy picit de benne van. De nem tiltották de, le? De. Egy-kettő vagy, volt. Csak többen voltak, nagyobb volt a merítés. Aha. Ott azért, hogyha valaki mondjuk adott esetben azt mondta, hogy nem, ebben nem egyezek bele, ez nem mehet le, mert nem szimpi, beszélgetünk már volt egy-két ilyen. De nagyon kevés, igen, nagyon kevés, mondtak nemet. Nagyon kevés, igen. Hogyha jól emlékszem, talán a Szikora Robi meg a Geszti voltak azok, akik, de ez nem biztos, csak így erre emlékszem. De ott azért volt merítés. Mostanában meg már parodizálják ezredszerre, mit tudom én, Pataki Attillát. Hát igen, nagyon volt a merítés, meg valahogy egy kicsit bátrabbak is voltak, de szerethető ez a dal, nem volt. Kellemes hallgatni való volt. Nem volt vele baj. Mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgetünk ma reggel. Végeztünk egy közvéleménykutatást, ami nyilván nem reprezentatív persze, de elvégeztük, és annak próbáltunk utána járni ezen közvéleménykutatás keretein belül, hogy mely foglalkozás üzői isznak a legtöbbet. Ez egy érdekes kísérlet volt, arról beszélgettünk reggel, hogy vajon tényleg igaz-e, hogy a kövesek és az asztalosok, mit tudom én, mindig részegek, hogy a szobafestők, mázolók állandóan isznak. És kiderült, hogy mind. És kiderült, hogy mindig az. Valamit arra kértük hallgatóinkat, hogy írják meg nekünk, hogy mi a foglalkozásuk, és isznak-e. Leginkább munka előtt, vagy munka közben. Az, hogyha munka után isznak, az már ugye nem annyira nagy baj. És hát kiderült, gyerekek, hogy az egész ország piá. Tisztelet a kivételnek. Önként és dalolva vallottátok be, tehát most már ne jöjjön senki, hogy mit dumálunk, ti írtátok meg. Talán egyedül a pedagógusok nem írtak. Ők este. Ők este, igen, írtak nekünk sebészek, írtak tényleg orvosok. Az építőiparból számtalan. Építőipar volt. Nagyon érdekes volt, igen. Buszvezetők, villamosvezetők, vonatvezetők, hihetetlen sokan írtak. Szóval annak próbáltunk utána járni, hogy ki iszik munka előtt, és milyen foglalkozást űz. Valamint beszélgetünk a munkai pletykáról is, mert ugye egy amerikai kutatás szerint kiderült, hogy az egyterű irodákban sokkal könnyebben terjed a pletyka, de hát mit nekünk egyterű iroda? Pillanatok alatt terítékre kerültünk mi magunk, és hát megbeszéltük, hogy ki a legnagyobb pletykás közülünk, és ki az, aki ebben nem vesz részt. Hát szörnyű titkok derültek ki, de tényleg, igen, két szörnyű. Tábora szakadt a stúdió, vagy nagy pletykagépek ülnek, vagy olyanok, akik ebben nem hajlandók részt venni. Középút nincs. Nincs. Középút nem volt. Meg Balázs észrevette, hogy bármikor, amikor belép az épületbe, akkor így megszűnik az atmoszféra zaj. Csönd van, és emberek elfordulnak. Aztán, amikor befordul a folyosó, belép, akkor meg... Igen, gyerekek, nyugodtan, nincs ezzel baj. Szóval a pletykáról beszélgettünk, és hát egy-két titkot felfedtünk saját magunkról is, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Na szép, mondhatom, hát milyen dolgok mennek itt, mi? Gyerekek, hallod, Jani? Hát, és adás után menni foglak? Hajj, micsoda, 10 óra után már gyűlnek, mint a verebek, figyelj. 11 és 3-11 között ott megint elkezdett ott megtelni az a térség. Kávénk adnak? Szerintem a 10:30 az már késő. Tehát 10 óra után 10 perccel már gyűlnek, vérszagra. Van mit kibeszélni. Pletykagépek. Na hívjuk a nap hallgatóját már is.
ha mondja, hogy morning show jöjjön az ajándékcsomag. Hello Csabi, jó reggel. Jó reggelt, szavaztok. Nyívüseg. Hát ha felületesen hallgatod, akkor persze közben telefonálsz, akkor kiderült a mai adásból, végre bevallottad, hogy Jani és közted mindennek egy szeretkezés a véget. Egyébként ebből indul. Hát, igen. Hallottad, hogy Jani meg a Bari mindig szeretkezik egy forró. Ami a Ferikén szív. Igen. Szép dolgot lehet ebből összetenni. Sértődöttem, hogy kimaradt. Jó is lett, gyerekek. Na. Nem? Há, na. Halló, morning show? Jó! Elfogadjuk! Na. A haló után nem szólaltunk meg. Hello, nem írtad alá, hogy hívnak. Hello, szervusztok. Péter vagyok. Hello, Péter. Hol hallgatsz minket, Péter? Zala-megyébe. Volt némi kis bizonytalanság. Gondolkoztál, hogy bemond, nem mond, vagy kivártál, vagy mit hallottunk a hangodon? Hát igen, volt. Volt, hát igen, vannak gondok az iparban, úgyhogy. Ja, igen. Annyit írtál nekünk röviden, ugye ráfirtatunk arra, hogy mely foglalkozás űző isznak akkor a reggel, bemelegítésképpen, te azt írtad nekünk, hogy a SESZ az építőipar demalgona. És ezt mi nagyon-nagyon szeretjük. Ismertük ugyan, de nagyon-nagyon szeretjük. Igen, igen. Úgyhogy ezzel te lettél a nap hallgatója, Péter. Hát nagyon szépen köszönöm. Szintén az építőiparban? Hát igen, igen. Szerencsére nem élek ilyen demalgonokkal, de... De van baj? Van baj, nincs elég sör. Igen, igen. Igen. Jó van, küldjük neked az ajándékcsomagot, jó? Hát nagyon szépen köszönöm. És van még plusz ajándékod is, majd a reklámblokkot, ha tudod, hallgass meg, ott meghallgatod, hogy mi van még. Szuper, kösz szépen. Jó, köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Hello, hello. Ciao, hello, hello. Proszi. Csabikám! Te remek zenék, mondj valami jót. És a rádiós műsorvezetőkről nem terjedt ilyen plegyka, hogy ők reggel, nem. Vagy napközben, egy adás előtt. Nem. Az, hogy adás után mit csinálunk, Feriről az sem. Biztos. Nem. Képzeld el. Mondjuk Feri megítéléséhez jócskához hozzájárulunk azért mi is. Illetve teszünk. Egymás megítéléséhez azt gondolom, hogy ezért teszünk róla, hogy gyerekek. Te az alkesz, te a turkálóba járó, én a föld fölött 4 méterre. A meleg beképzel, tudod? Aki kecskékkel hát. Tehát nagyjából ez. És kicsi neki ezt lefelejtsd el. Tehát azért teszünk egymás megítéléséhez. De a kérdésedre válaszolva, állítólag azt hallottam, lehet, hogy nem igaz, hogy összejött a Pitbull meg a Néó. Jó Isten, Csabi. Egy dollárig. Megint előfizetél a Bravo magazinom? Nem, csak... Nem, odaért. Vagy megjött a popcorn. Közösen zenélnek. Így aztán összejöttek egy dollárig, és ezt megmutatom nektek, Time of a Lives. Azt mondd el nekem, hogy mi van a DiCaprioval, meg a Rihannával. DiCaprio? Hát, igen, azt olvastad, te vagy otthon ilyen... A filmben te vagy otthon, én csak... A filmben igen, de hogy nem hallottad, hogy együtt vannak? Annyi film az engem már nem érdekel. Hiába van benne a Rihanna. Meg új bravói nincsenek, a szelektívből szoktak kiszedegetni, azt mondtam, két évesen. Amit már a Jani kidob, én azt elolvasom, de hát az is már mikori. Hú, gyerekek, egy nagyon beteg filmet láttam tegnap. Van még idő elmondani? Aha. Nincs. Jó, hogy akartam kérdezni, hogy van még idő az eldönthetünk minden, hogy érdekel benneteket? Nagyon jó az ötlet, egy darab telefonbeszélgetésről szól az egész, le kell tölteni. Nem hozták be mozikba, a Tom Hardy játszikban, én nagyon szeretem azt a színész, nyilván fingotok nincs, hogy ki ő. Locke, így kell keresni majd, a valaki letölti, Lock. És arról szól, hogy a Pali beül egy autóba, és elindul A-ból B-be, és elkezd telefonálni. Nagyon jó a film hangulata, kell hozzá egy bizonyos ideg állapot, hogy ezt végig tud nézni, és nem látsz benne semmilyen más szereplőt, csak az embert, aki telefonál. És nem merül le a telefonja két órán keresztül. Tölt. Jó a kérdés, igazi filmes kérdés. És arról szól, hogy a Pali, amíg eljut A-ból B-be, te megismered az egész életét. A döntéseit, a ballépéseit, a jó és rossz döntéseket, a munkáját. Kihangosítom beszél, vagy milyen készüléke van? Mert följelentette rohadt önkéntesen. Nem, hogy csak az ő, csak őt hallod. Tipikus magyar mentalitás. Föl tudjuk-e jelenteni az ORFK-nál? Nagyon jó film. Nem játszották hazai mozikban. Hát nem csodálom. Le tud így tölteni, az le tudja magának szedni. Két óra, és semmiről nem szólt, csak arról, hogy a Pali beszél telefonon. Figyelj, jó a megközelítés, és különböző emberek csörögnek rá, illetve különböző embereket hív föl, és mire odaér, addigra mindent megtudsz. Egy ember. Kívánságműsort hívja? Na jó, nektek ilyenek, drága hallgatók. Nektek mondom, jó? Nem. Mert ha hívja, akkor mindenképpen kérje az Örvényest a Hollywoodtól. Megvan. Mindenkinek, aki szereti. Neki is. Komolyan, nektek félig komolyan beszél, mert Locke, így keressétek a különböző életöltős oldalakon. Van hozzá magyar felirat is, Tom Hardy játszik benne, jó film.
Mindegy. Egy perc van pontosan 10 óra, Csabi jön a kívánság műsorral, 555-55-00, ez a telefonszám, itt tudtok tőle dalt kérni, ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.